Bólogató szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rap Terápia, a Terapeuta YouTube csatornán. Én Bíró Dávidok, a Rap Terapeuta, és ma este folyamán egy ilyen DJ Vita partit fogunk tartani. Gyanítom, hogy parti lesz, mert itt igazából a felvezetést, amit ti nem hallottatok, az bőven egy buliba beleférne. Úgyhogy meglátjuk, milyen vita kerekedik ki, de azért azt gondolom, hogy lesznek nézeteltérések. Kitettem a Facebook oldalamra egyébként posztban, hogy milyen témákról lesz szó, nyilván adás közben majd is érzékelitek ezeket a témákat, de nézzük, hogy kik gyűltek össze a mai este folyamán, hogy elmondják a frankót. Egyrészt itt van velünk DJ Kis Peppino, aki mindig tudja, hogy mikor van nagyvilág. Hey, jó, sziasztok! Kis Peppino! Itt van velünk DJ Ghost, a hősök DJ-je, aki még a nagy Mix Master Mike-nak is felkelti a figyelmét. Ma is lájkol! Itt van velünk DJ Onil, aki nem csak géppuskaszájú, de mindig tudja, hogy mikor és hogyan kell mondani. Így van, szevasztok, szép estét mindenkinek! Valamint DJ RA, aki pedig a Blues Bravas DJ-je, általában mondjuk Sziszka mögött szoktátok őt látni, most ő van az előtérben. Szép estét, sziasztok! Nos, folyamatosan figyeljük a chatet is egyébként, hogyha bármi kérdésetek van a srácokhoz, vagy akár hozzám, akkor ezt nyugodtan írjátok meg, vagy ha témában hozzászólnátok, akkor is írjátok meg, vagy ha igazuk van a srácoknak, vagy ha nincs, akkor meg pláne. Nos, kezdjük azzal a témát, hogyha mondjuk bementek valahova, és azt mondjátok, hogy bizony én hip-hop DJ vagyok, akkor milyen figyelem szokott rátok vetülni? Az, hogy Jézus Istenem, mi az, hogy hip-hop DJ, meg egyáltalán mi ez a dolog? Vagy azt mondják, hogy oh, haver, hát mekkora csávó vagy, ezért adjál már egy ötöst. Tehát alapvetően mekkora respektje van ma egy hip-hop DJ-nek? Kezdje a Ghost szerintem, ő itt a legnagyobb sztár. Én nyilván, akkor Ghost. Hát várjunk, hogy bemegyünk. Amúgy először is szia mindenkinek, mert ezt nem mondtam. Igazándiból ez vegyes, az emberektől függ szerintem, helyzettől. Sok mindentől függ, hogy ítélnek meg, főleg Magyarországon egy hip-hop DJ-t. Általában szerintem a kicsit a negatív irányba billen a mérleg. Én azt gondolom, mert hogy ez nem egy mainstream zenei stílus még a mai napig, főleg itt Magyarországon, és hát inkább Magyarországon, és ezért kicsit szájhúzogatva reagálnak erre az emberek, én úgy gondolom. Tévedek, srácok? Hát Ari nagyon bólogat. Egyetértettem pont ezzel itt a negatív részével. Hozzáteszem, nagyon sokat fejlődött az elmúlt években ez. Tehát, igen, amúgy tényleg nagyon sokat változott. Akár az USA-nak a hatására, vagy a saját munkánk eredménye, nem tudom, azért most már nem azon, hogy mi repzene, akkor csak Snoop Dogg lehet. Úgyhogy talán nyílik ez a bicska is, vagy nyílik ez az olló is. Még nagyon sokat kell ezen dolgoznunk, hogy ne úgy nézzenek rád, mint egy földön kívülire. Amúgy igen. Onil? Hát, nem kezdünk mondatot. Ettől függetlenül nekem nagyon sok mondani valóm van ezzel kapcsolatban. Először is, ha azt megvizsgáljuk, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, egy kicsikét távolabbról indulok, amikor a Szigeten nem nagyon voltak még rap csapatok. Nem csak a Szigeten, egyáltalán a fesztiválok nem nagyon fogadták be a rap zenét. Mindig ilyen harmad, negyed, ötöd vonalas volt. Mert mi azért, ha azt nézzük, Magyarország itt Európa közepén, kicsikét Balkán szinten, mindig vagy a németektől, vagy a franciáktól, vagy kicsikét nyugatról, de onnan pumpáltuk magunkba azt a zenei stílust, ami éppen ott nagyon menő volt. Tehát mit tudom én, 90-es években a révet, meg a technót Németországból és a többi. És amikor a németeknél, meg a franciáknál megtörtént már ez a váltás, hogy ők nagyon-nagyon-nagyon ráálltak, és iszonyat hip-hop kultúrájuk van, szerintem ebben minden itt velem jelenlévő DJ kolléga egyetért, hogy ez a kettő ország, Anglia mellett még azért azt tegyük hozzá, Európában nagyon viszik a prímet. Mi nagyon le vagyunk maradva nálunk, 5-10 évvel van elcsúszva minden, bármire értelmezheted, ezt szerintem a Ghost tudja legjobban, a trap vagy a new school hip-hop bejövetele, kb. 5 évet késett nálunk, vagy 4 évet, és ezt a Zsolti már évek óta építgeti. De minden, ami hozzánk betér egyszer, az már lepörgött külföldön, vagy már a csúcs fénykorszakán is túl van, és mi úgy kapjuk meg egy picikét ezt, és itt a DJ-zésre is vonatkoztatok, hogy amíg az elmúlt évekig a YouTube nem igazolta azt, hogy az elmúlt 10 évben minden nagy fesztivál zenekar onnan került ki, hogy a rap közegből. Tehát most bárkiről beszélünk, de a rap betétek minden olyan nagy zenekarnak vagy produkciónak az egyik eleme, alappillére a rap, ami
régen elképzelhetetlen volt. És ezáltal, hogy a rap is egy picikét talán elfogadottabb lett, vagy a rappelés talán, mint eszköz, onnantól kezdve a DJ-nek a szerepe is egy picikét talán jobban elfogadottabb lett, de ennek ellenére, hogy ezek a változások egy picikét pozitív irányba jöttek, ahogy a srácok is mondták az elmúlt pár évben, azt kell mondjam, hogy kicsit mostoha az életünk DJ-ként szerintem. Több részre lehet ezt bontani, vannak scratch DJ-k, akik szólóban dolgoznak, vannak hangszerként üzemelő vagy funkcionáló DJ-k, akik zenekarban csinálják az egészet, mint például arra is a Sziszkával, ahogy mondtátok jár, vagy Góz Zsolt is a Hősökkel 1000 éve, és a többi, és a többi sorolhatnánk mindenkit, de lényeg az, hogy tök más szerepet is hatáskört tölt be egy DJ, egy hip-hop DJ, lehet scratch-sel foglalkozó DJ, lehet party DJ, azon belül is lehet underground DJ, lehet rádiós DJ, lehet mainstream DJ, hogy most melyik válfaja, miben jobb vagy rosszabb, ezt ugye ezt nem lehet eldönteni, hanem egész egyszerűen nincs, szerintem nincsen közülünk olyan, nyugodjon békében, talán az Zephyr volt egy picikét, hogy komplex DJ. Aki egy picikét mindenben tudja hozni azt, ami a szint. Nagyon kevesen vagyunk ilyenek. Én kifejezetten party DJ-nek érzem magam, építettem be scratch dolgokat a munkásságomba, de aki ismer engem, tudja, hogy én inkább a beatbox művészetének hódolok az elmúlt 10 évben, döntenem kellett, inkább a beatbox mellett döntöttem. De lényeg az, hogy mi a Ghost-tal főleg rengeteg klubban dolgoztunk. Én nem tudom, talán 40 vagy 50 klubnak voltam eddig a rezidense az elmúlt közel 20 évben, és meg annyi helyen még felléptem. Azt kell lássam, hogy nagyon sokszor a hip-hop a mai napig, annak ellenére, hogy kezdtem a mondókámat, hogy javult azért a helyzet, de még mindig meg vagyunk késve, sajnos azt kell mondjam, hogy kis terembe teszik a hip-hopot, az R&B-t, ami mondjuk Franciaországban, vagy Angliában, vagy Németországban, pont fordítva van. Berlinben a 2B Clubban jártam nem egyszer, és 10 évvel ezelőtt is már az volt, hogy a hip-hop volt a nagy terem. A kicsi terem volt a house. Mi egy olyan ország vagyunk, ahol a hip-hop R&B sajnos hiába a számok a YouTube-on is azt bizonyítják, hogy iszonyat kereslet van, főleg a fiatalok között, a, mondjuk most főleg a New School rapre. De teljesen mindegy, a rapre mindig is volt kereslet Magyarországon, csak ezt nem tudom, a közhangulat, vagy nem is tudom, hogy a közízlés picit úgy alakítja mindig, hogy a klubok abba az irányba tendálnak, hogy főleg a house, vagy a retro, vagy egyéb zenei stílusok, nem stílus, mert a retro az ilyen nem stílus, tehát inkább egyéb bekategorizálások kapnak nagyobb teret, és a hip-hop és az R&B nagyon-nagyon kevésszer kaphat annyira premier plant és first place-t, hogy még mindig nagyon küzdelmes ez az egész szerintem a mi szakmámban. Oké, okay. Kispepino, akkor téged innen kéne folytatni, hogy ez minek lehet az oka? Tehát, hogy miért van az, hogy YouTube-on a legnézettebb zenék, akár magyar nyelvűről beszélünk, akár nem, azok mind rap számok. És ennek ellenére kis terem, ahogy mondta az Onil is. Súva, nem szólhatok inkább az először. De jó, oké, hát elmondhatod azt is, hogy... Jó, értelek. Igen. Csak annyival kiegészítve, hogy én is igazából tapasztalok már azért dolgokat, így most már lassan 6-7 éve én is azért benne vagyok. Hideget és meleget is kap az ember, szóval ez is tényleg az, hogy változó, hogy milyen közönséghez hívnak, vagy szerveznek igazából bulikat, mert hogyha már voltál, mint például, hogyha rezidenségről beszélünk, akkor oké, már ismernek, tudják, hogy milyen zenéket játszom, meg ismered alapból a közönséget, akkor effektíve már könnyebb dolgod van. De hogyha mondjuk teljesen új, akkor nyilván már lehet lavírozni, és lehet próbálkozni, sőt kell is, mert hogyha látod, hogy az emberek nem mozdulnak meg, akkor lehet, hogy akkor inkább el kell indulni egy másik vonalon, és tényleg az, hogy így visszatérve, hogy nehéz azért, és tényleg így, hát próbálkozni kell igazából, és tényleg az, hogy most új, friss, nem friss, tényleg csinálni kell a dolgokat. Azért az nem titok, hogy ti DJ-k ismeritek a többi stílusba érkező DJ-ket. Most ők hogyan tekintenek rátok? Tehát ti egy ilyen külön faj vagytok idézőjelbe, vagy azért ők elismerik azt, hogy na akkor kik vagytok ti, meg tudják, hogy ti mit nyomtok, meg azért ismerik is talán a stílust, vagy tudják, hogy jó, ezek a kistermes rácok, majd mi itt a nagyban megoldjuk. Arra itt nagyon mosolyogtak, kezdjük veled. Köszönöm szépen. Én szerencsés helyzetben vagyok ebből a szempontból, mert a körülöttem lévő, hát mondjam úgy őri srácok, meg DJ-k, akikkel együtt dolgozgattam, nagyrészt mindenki a sokat emlegetett klubvonalon mozgott, és ha odaálltam a kis lemezjátszóimmal, scratchelni, fejem forogni, akármi, akkor mindig csak néztek, hogy úristen,
és ha valaki egy ilyen stílus után odaáll, és a greppet kell venni, azt mondja, hogy te figyelj, ezt nem tudom. Hát ebben van egy kick, egy snare, itt máshogy vannak az ütemek, és a többi, és nem is látják át, nem is értik át, és egy ilyen magasztos piedesztára lesz tőle az ember emelve, szerencsére, sokszor. A többi stílusban mozgó, tehát mondjuk esetleg rockot, vagy tényleg az említett retrót, amikor nekem is feláll szóra háton lévő DJ-ket, inkább nem is említeném, mert egy lenyomja a playgombot, elindul a buli, aztán csókolom. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból van megtisztelés. Tehát meglátják, észreveszik, hogy mit csinálsz, meg technikailag milyen nehéz, amit csinálsz, mennyi munka, hány év van benne. Ez biztos. Bocsánat, ne haragudjatok, ne haragudj Ghost, hogy beleszólok, csak nagyon jó pendített meg az ára ezzel kapcsolatban, hogy technikailag a hip-hop DJ valószínűleg a legnagyobb spektrumon mozgó DJ technikailag. Azért, mert a hip-hopban ugye alapvetően ott van a turntablism, ami egy kicsikét kínai az összes többi DJ-nek, aki nem ássa bele magát, ez az egyik. A másik, a turntablism után ott van az, hogy ahogy mondta erre, és ez is piros pont, hogy rohadt jól felvázoltad, hogy egy kick meg egy snare van, nem pedig egy egyenes lábdob 128 BPM-en, amit baromi egyszerű, ugye a nagyjából egy tempóra megírt dalokat ilyen könnyű összetenni, maximum egy picikét kell a csúszást kikorrigálni. Tehát technikailag azok nem túl nehezek. A hip-hop DJ most már akár 60 BPM-es dalt is feltehet, de ott van az, hogy vannak 140-re megírtak, és most a befelezettekre is gondolok, ami mondjuk befelezze 70, meg az olyanra is gondolok, amit például André 3000 is csinált, mit tudom én, pár évvel ezelőtt a Greenlightot, vagy nem tudom mi volt a címe, John Legend. De, tehát vannak olyan széles a spektrum, hogy konkrétan 70-80 BPM-nyi távolságokat vagyunk képesek bejárni egy éjszaka alatt, erre semmilyen más stílust képviselő DJ nem képes valószínűleg, ha nem csak a kézügyesség és technikai részét nézzük, hanem az, hogy felkészültségben nekünk olyan mélységekig kell bemerülnünk a zenei kultúrába, és éveken keresztül gyűjtögetünk, és rálátunk, és felépítenünk dolgokat, íveket, hogy a buli egy lassú buli induljon, gyorsuljon fel, aztán megtörjük, mert az az ív nem mehet végig, mert nem lehet a végtelenségig húzni, meg kell törni hatásvadászattal, aztán újraépítkezel. De az sem egy, hogy mondjuk 128-on veredsz, amikor a gyors zenék voltak régebben 5-8 éve, akkor az sem ment, hogy egész este az menjen, mert attól meg megőrül az ember. Szóval nekünk van ez a, úgy szoktam mondani, mint a Kis Herceg könyvet, gondolom a legtöbben ismeritek, nekem életem első könyve volt a Mici Mackó után, és a lényeg az, hogy a Kis Hercegben van az, amikor a kígyó benyeli az elefántot, és két ilyen nagy púp keletkezik a kígyónak a hátán, ugye, mert nem emésztette még meg. Na, ez a két púp, ez a két ív, amit én általában rutinszerűen megcsinálok egy éjszaka, most a receptet elmondom sok külső nézőnek, de lényeg az, hogy építkezés, csúcspont, megtörés, visszaépítkezés, ugyanez. Ez nagyon sok DJ valószínűleg, aki egy BPM-en dolgozik, az nem képes ebbe beleélni magát. Vagy amit arra is mondott, amire visszatérek megint, hogy egyenes lábdobot, egyenes lábdobra tenni, és 32-t, 64-et, vagy akármennyit számolni, nem olyan vészesen nehéz. Amikor arra kell figyelned, hogy két track mondjuk úgy szóljon egymáson, hogy hangnembe együtt legyen, a snare egy helyre üssön, és mondjuk a Timbalandes beatek is kicsit törtebb ütemek voltak, ott ne üssön valami mégis mellé, hiába beatbe van, time-be van az egész, ez rohadt sok felkészülést igényel, és mindenki, aki itt van rajtam kívül ebben a chatben, vagy az összes DJ, akit pár hónappal ezelőtt én felsoroltam az egyik Facebook posztomban, hogy kiket tisztelek, a régi nagy arcokat, akikkel én is felnőttem, mindenki olyan szintű kutatómunkát, olyan szintű vérrel, verejtékkel összeküzdött lemezeket, akár bakréten, CD-n, bármi most már digitális gyűjtő munkát végzett, és utána pedig a technikai részét is rátette, hogy igen, a DJ szakmában egy bizonyos szinten, nagyon sokáig, az elmúlt pár évig szerintem, az volt a megítélésünk, hogy csodabogarak vagyunk, mert ezt nem nagyon tudják utánunk csinálni, ha csak nem, az életét szánja rá, vagy teljesen erre fókuszál. Ritka az ilyen ember, aki csak jön, és mindenféle stílushoz akar egy kicsit érteni, és onnantól kezdve azt mondja, hogy ugyanolyan szintet meg tud ütni, mint bármelyikünk, a jelenlévők, vagy pedig a régi jó barátok és kollégák közül, mert fizikai képtelenség, mert olyan szintű elhivatottság kell ehhez szerintem, hogyha valaki realként csak emellett marad meg, és ebbe ássa magát bele, és technikailag a spektrumot szélesíti, hogy aki mondjuk 5-6-8 stílust akar magáivá tenni csak azért, mert most jelen pillanat az a menő, ez a menő, retro menő, drum and bass-zel keverem a retrót, aztán
csárdást teszek rá, aztán mit tudom én, jódlit keverek rá. Tehát a lényeg az, hogy azok minőségében nem tudnak ilyen szinten eljutni ezzel a stílussal kapcsolatban. Ennek megfelelően viszont az a reakciójuk, hogy szerintem, aki ugye sokat, Marko, keveset fog szokták mondani, és szerintem, aki mondjuk 6-8 stílusba megpróbálja magát belásni csak a megélhetés miatt, ott az a legnagyobb probléma, hogy nem a mi szintünkön csúcsosította ki az egyik stílusnak a szintjét, ezért sosem lesz belőle olyan elmélyült. Régebben emiatt tiszteltek minket, nagyon is szerintem, pláne mi a régi DJ-ket iszonyat, mert mi régi iskolások vagyunk mindannyian, viszont most már azt gondolom, és ez az utolsó mondatom, és át is adom a Ghostnak a sztorit, hogy én azt gondolom, srácok, ez a tisztelet egy kicsit megcsappant. Onnantól kezdve, hogy most már a trash és mém zenék sokkal fontosabbak, mint a minőségi zene, onnantól kezdve a minőségi DJ-zés és a minőségi zenélés sem annyira fontos, és innentől kezdve boldog-boldogtalan hip-hop, R&B DJ, nem akarok neveket mondani, a Ghost szerintem már felvázolt az egész listát a fejében, akiket mondani akarnék, de nem mondok, nem sérteket. Halljuk! Nem, mindenkit szeretünk, hogyha majd akarod privátban elmondom. Én háborúztam én eleget sok emberrel, mert nekem elég karakán véleményem van. Egy a lényeg, az elmúlt fél évben mi csak hüledeztünk, hogy hányan lettek hip-hop, R&B DJ-k, amire mi mondjuk 15-20 évet áldoztunk. Oké, Ghost, nem tudom, megvan-e az alapkérdése még, de nincsen, de igazán volt egyet, értek minden, amit a Dávid mondott. Visszavezetlek, az volt a kérdés, hogy a többi stílusú DJ, aki ott van mondjuk a nagy teremben helyetted, vagy helyettetek, azok hogy tenkítenek rátok hip-hop DJ-kre? Hát ez megint csak embertől függ szerintem, és hozzáállásától, hogy... minek néz engem, mondjuk engem kinéz, alapból úgy nézek ki, mint egy 22 éves kisgyerek, aztán közben 31 múltam. Jó, ez 10 év múlva jól fog jönni. Igen. És alapból már rám egy kicsit így ezért is furcsán néznek sokszor. És amikor már beállok a pultba, és elkezdek zenélni, és úgy zenélek, ahogy ők meg nem, és így látom rajtuk azt a reakciót, hogy megdöbbennek, hogy hoppá, a kisgyerek mit csinál, hogy scratchel? A kisgyerek, akik már mindjárt legyen. hogy mit csinál. De nyilván vannak olyan emberek, akik idősek más zenei stílusból, és azok tisztában vannak a nevemmel, tisztában vannak velem, ismerjük egymást, és nem volt olyan, hogy ők nagyon rosszat mondtak volna, nem is tudok ilyenről, általában mindenki, mondjuk csak mondok egy példát, pont talán neked mesélte Dávid, hogy a Lauer az egyszer, hogy fényesítette engem, meg minden talán az Iván mesélte neked. Szóval azért az idősebb DJ-knek, akik előttem vannak több generációval, és a funkyból jöttek, meg ebből, és közben már átalakult a zenei stílus, a house irányba váltottak, azok látják, hogy ki real, és látják, hogy ki nem real. És ha még nem is mondják ki, akkor is látom a reakciójukon, és azért tényleg igaza van a Dávidnak, hogy itt az elmúlt fél évben, egy évben, főleg Budapesten, hígult a szakma. Na, nem is az, hogy hígult, ez még egy szép szó rá, szerintem. Igen. De, hogy már mindenki hip-hop, R&B DJ, mert jelenleg ugye Magyarországon is azért most ez trendi lett, úgy, ahogy a világban, csak ugye itt jó pár év megkéséssel, és mivel nem tudják azok akár öregebbek is vannak, akik nem tudják azt abban a zenei stílusban megcsinálni a bulit, amiben ők a kingek idézőjelesen, azok már mindent játszanak. Katasztrófa. Tényleg katasztrófa a helyzet egyszerűen nem csak Budapesten, hanem Magyarországon. Szomorú. Mi, akik, mondjuk a Dávid meg én, mi nagyon benne vagyunk az éjszakában. Bocs, Ghost, hadd mondjam el, ugyan én is Dávid vagyok, de mikor te Dávidozol... Mondd csak O'Neill. Jó, szóval mi azért nagyon-nagyon benne vagyunk az éjszakában, és látjuk, hogy itt mi történik, és nagyon nem jó irányba
változik itt a történet, de tényleg az van, hogy most már mindenki hip-hopot, R&B-t, és minden nap van egy új név, amit így az ember olvas valahol, hogy már... Ami nem lenne baj, hogyha mondjuk 15 évet gyakorolt előtte, vagy 10 évet járt a rangvétre. Így, úgy, ahogy mint mi. Mi örülnénk. Így van. Így, ahogy mint mi végüljárnak a rangvétre, de nem, inkább fogják és elvállalják mondjuk kevesebb pénzért a melót, és ezáltal a mi zsebünkből kihúzva a pénzt, mert ő nem tud érvényesülni, és de az egóját azt akarja fényesíteni, elveszi másoktól a munkát, szóval így, ez egy nagyon érdekes dolog, így amit kérdeztél, hogy más zenés stílusokban, mert sajnos tényleg, ez, ahogy elkezdtem mondani, ez embertől függ, hogy ki, hogy ítéli meg a hip-hop R&B DJ-ket. Oké, Ghost, tehát akkor azt mondjátok igazából, hogy mindannyian, aztán mindjárt áttérünk kis Pepino, hogy nem állunk messze attól, hogy ezek a leragasztott mellő pornó, ex-pornó színészek, és a való világból kitérő, jobban kinéző csajok nekiállnak hip-hop DJ-zni? Hát figyelj! Már volt ilyen? Volt évekkel ezelőtt egy lány, aki aztán egyik napról a másikra felkelt, és akkor kitalálta meg, gondolom, a háttérbe valaki neki mondta, hogy na figyelj, akkor most csinálunk belőle hip-hop R&B DJ-t, valami playmate-es csajszi, aztán semmi nem lett belőle, bebukott, de aztán hirtelen egy másik napra úgy kelt, hogy jó, hát akkor most már house, meg techno, nem tudom, milyen leszek. Így vagyok real, persze, és amúgy most meg fut is, mert látom, hogy azért hívogatják bulikba, így azért találkozok a nevükkel, szóval ennyire. Szóval nézegeted, mi? Szóval nézegeted? Ez magazinka. Hát ugye, mi, érted, millió oldalt követek, millió ismerős van, azért ezek szembe jönnek. És abból a millióban pont őt látom. Csak viccelek, csak viccelek. Na de van, aki volt, már így van erre példa, hogy a, nem tudom, leragasztott cicivel ugrálgat, és lesznek is szerintem ilyenek mindig. Okay. Kis Pepino, azt elmondták, hogy elég lesújtó véleménnyel vannak az úgymond az idézőles hip-hop DJ-kkel kapcsolatban, de mondjuk te hogy nézel mondjuk egy tényleg frankon keverő drum and bass DJ-re, egy tényleg ügyes house DJ-re, tehát nem ezekről a retro DJ-kről beszélünk. Én nem ismerem tényleg őket. Igen. Hogy nézek rájuk, vagy én hogy gondolok rájuk? Igen. Hát tényleg ezt azt tudnám mondani, hogy most akit követek, vagy nem az, hogy inkább láttam, most akkor is csak a régiekre tudok igazából hivatkozni, mert újak közül, hát hogy mondjam, nincs az a kimagasló ilyen érzése, tudom, hogy hallgatod, hogy jó, lehet, hogy jó zenéket tesz össze, jól húzza össze, de most akkor legyen egy stílus, például a drum and bass, vagy legyen akkor ez a minimál, ami most nem tudom, hogy jól mondom-e, de most akkor szavasítsunk, Carl Cox például mindenkinek ismerő szerintem. Szóval ő, amit művel, és amit technikailag is leművel amúgy, néztem azért jó pár videót róla, szóval az tényleg, szóval 4 CD-lejátszó, vagy még andó akkor lemezjátszókkal, amit leművel az ember, és amilyen megoldásai vannak, ő követendő példa amúgy úgy, hogy nem is stílusilag, mert az már relatív, de hogy amit odaad és belead a zenébe, na az egy komoly dolog szerintem. Hát igen, én is, hogyha mondjuk house zenét játszanék, biztos, hogy lehet, hogy mondjuk ő egy ilyen példakép lenne, és nézném, hogy anyám, mit csinál a csávó 4 lemezjátszóval, mert tényleg én is tudom, hogy nagyon ügyes, én bocsánat, hogy közbevágok a szavadba, számomra az egyik példakép amúgy már és sok évvel ezelőtt, amikor fiatalon megnyerte a DMC-t, az A-Track, ugye, hát az a csávó, azt szerintem zseniális. Az, hogy a house zenét úgy mixeli, és úgy scratcheli szét, hogy milliók állnak előtte, és őrülnek meg, a lányok dobálják a bugyikat, minden, de az a csávó zseniális. És szerencsém volt, mert én már láttam őt élőbe 2 vagy 3 éve, a számdon van is vele közös képen, meg minden, tényleg az a csávó, az egy zseni, én azt gondolom, mert ugye ő a hip-hopból indult, és aztán ugye Amerikába keveredett, Kanye West mellé turné DJ-je volt, azért az mondjuk, az nem semmi, hogy mondjuk, ugye ő angol? Angol, csak most picit megzavarodtam, szóval onnan Amerikába, és egyből már akkor a legnagyobb, egyik legnagyobbnak a turné DJ-je lett,
és onnan ő nagyon durván továbbfejlődött, kiadót alakított, stb. És tényleg azt érdemes megnézni őt, ha nem is élőben, de megnézni a videóit a neten, hogy mit művel, mert tényleg szerintem... Egyetlen egy mondatot hozzáfűzhetek még a Pepinus részhez, hogy azt gondolom, akár melyik stílusból érkezhet az illető, ha szívvel lélekkel csinálja, akkor azt tisztelni kell. Oké. Okay. Két gondolatom lenne itt az étrekkel kapcsolatban, legyen 3, 2,5 kanadai. Bocsánat, kanadai, így van, tényleg. Semmi gond, azért jöttem, hogy segítsek nektek, semmi gond. Figyelj csak, azoknak... És mit mondtam még rosszul? Bocsánat, azoknak, akik most néznek minket, és tényleg érdekli ez, tanács, ha most itt valakit megemlítünk pozitívként, tegye már meg, hogy fölírja és utána néz. Mert például az étrek egy nagyon jó példa, rettentő jó technikai DJ, nagyon. Beírom a nevét ide a chatbe, ha esetleg valaki néz, hogy kell megkeresni, mert... Köszi. Étrek, Kanada. A másik az, hogy a DJ-kel, ki milyen DJ, milyen zenét játszik, honnan jött, stb. Az étrekkel néztem egy interjút, és pont valamelyik turné után arról beszélt, hogy úgy látja ezt az egészet, mint egy spektrum. Ő saját magát nem pozicionál a sehova, de a tetejének titulálta, aztán a spektrum mozognak rengetegen. Aki most kezdi, vagy tanul, vagy alázatos, vagy nem alázatos, teljesen mindegy, hogy ki hol tart, tegyen bele munkát, legyen tisztelettel a többiek felé. Az a lényeg, hogy ez alapján nem biztos, hogy meg kell ítélni valakit, hogyha mondjuk beesik 17 évesen egy klubba, és lehet, hogy akarja csinálni. Más, hogyha alávág a profi DJ-nek, hogyha olcsóbb lesz, stb. Itt csak az étreknek az üzenete az, hogy ő elfogadta. Közben látom, hogy A-TRAK. Köszönjük szépen. Megvan. Tehát az a lényeg, ő arról beszélt, hogy egy kicsit nyitottabban néz mindenki másra, annak ellenére, hogy többszörös világbajnok, stb. És talán az egyik legprofibb DJ, DJ D-Styles mellett, akit szintén szeretném, hogy fölírnánk, már írom is. Jó? Küldöm, és nekem ennyi volt a mondani valam. Köszönöm. Dávid, egyébként az jó dolog, hogy csak a Ghostnak az arcát látom. A többi kollégának abszolút ilyen kis... Azt te nyomkodtad el a saját kis készülékedet. Sem, hozzá se nyúltam. Nem, maga, mindenki eltűnt, aztán a Ghost volt elég bátor, hogy visszajöjjön. Állépett az internet kábelre odakint. Na mindegy. Kifelé tökéletes a történet. Akkor nagyon jó. Oké, na figyeljetek, srácok, igazából... Bocsánat, még annyit, hogy mondjuk az étrekkel kapcsolatosan, az előbb mondtad, hogy Mixmaster meg minden nap kedveli a valami képemet az Instagramon. Igen. Ő is már betalált, nem tudom... De azt már mondtam a Zsoltinak, hogy az én vagyok, csak álnévvel. Ja. Igen. Amúgy én rettentően büszke vagyok ezekre a dolgokra, és nem is azt mondom büszke, mert nem... Egyszerűen nem tudom felfogni azt, hogy a kisgyerekként, akiket videókazettán meg nagy nehezen megszerezve DVD-n néztem, hogy mit művelnek, meg stb. Tényleg, hát ugye, aki nem tudná, Mixmaster Mike Beastie Boys-nak volt a DJ-je. Pillanat, aki nem tudta, most lépjen ki ebből a chatből, jó? Így van, mondjuk, az tény és való. És hogy ilyen emberek, akikre kis szaros koromban, nem tudom, 5-10 éves koromban így néztem a kazetták, az atya úristen, mit művelnek, és akkor így eltelik egy év, és így egyszer csak az Instagramon jön velem szembe, hogy a csávó bekedveli a képemet, videómat, és így kb. Ilyen napi szinten most már, és nem is értem, hogy hogyan. Ezek így nagyon durva dolgok számomra, tényleg ilyen a modern világ, hashtagelés, stb. És az Instán megtörténhet az, hogy egy világsztár szembe jön veled, és gyakorlatilag tudtok kommunikálni, hogyha úgy van. Ez mondjuk nagyon-nagyon jó a mostani világban, ezt el kell ismerni. Egyébként le a kalappal ezért, és én legalább olyan büszke vagyok rád egyébként emiatt. Én is voltam. Köszönöm. Jó, akkor most én is menőzzek, engem meg a Jurassic 5-ból lájkoltak, meg a Cool and the Gang-ből, meg az izé... Menőzzének el. Hozzam még. Mondjad, hát figyelj, itt most nem csak mi vagyunk négyen elvileg, itt vannak rajtunk kívül mások, és legyenek... Ugyanez megtörténik, ez a jelenség, ez egy baromi jó és nagyon biztató jelenség nekünk, akik szintén úgymond előadók vagyunk, vagy DJ-k vagyunk, nevezzük akárhogy is. De hogy ez iszonyat energiát tud adni, mint a Zsoltinak is mutatta nekem valamelyik nap a Ghost, ugye, hogy basszus, a Mixmaster megint lájkolt. Hát mondom, ez tényleg egy nagyon nagy dolog. Hát
tényleg kispisisként mindannyian arról álmodtunk, hogy, csak élőbe lássuk. Nem az, hogy valamilyen szinten kontaktust teremtsen valamelyikünkkel. Mondom, nekem is a DJ Cool Herc. Na, szerintem még arra ezt beírhatod, mert a Cool Herc azért tudjuk, hogy a kiinduló pontja volt az egésznek. Engem a Cool Herc belájkolt tavaly vagy tavaly előtt egy júniusi délutánon, és akkor csak így pislogtam, hogy létezik az, hogy ahonnan indult, aki nélkül én gyakorlatilag nem is léteznék valahol a DJ szakmában, mert nem létezne hip-hop DJ-z, és az a csávó szétlájkolt össze-vissza engem is. Tehát, hogy ezek óriási érzések. Igazából nem tettem érte semmit, mert egy képet raktam ki, de valószínűleg azzal, hogy a karrierem építettem éveken keresztül, azzal sok mindent tettem, aztán az egyik eredménye az egyik fotót belájkolta, ugyanúgy, mint Zsoltének a Mixmaster Mike. Egyébként valószínű, hogy az átlag vegyes DJ-ket egy Mixmaster Mike nem fogja belájkolni, mert nem. A realséget, tudjuk, real recognize real. Tehát szerintem ez zajlik. Így van. Hát valószínűleg lehet, hogy ilyenkor meg is nézik azért a profilt, és látják, hogy azért tényleg mindenféle nagy képviség nélkül, hogy azért az ember tesz ezért a kultúráért. Még ha mondjuk én mondjuk azért erősen úgymond a mainstreambe tartozom, úgy gondolom, de okosan, vagy nem is okosan, mert mindig nyitott voltam a zenére, más zenei stílusokra is, de a hip-hopban, most R&B hip-hop szerintem tök jól lavírozok, én úgy gondolom pont a napokban agyaltam ezen az underground és a mainstream pengéjén. De mindegy, és hogy ezek az emberek most már megnézik az Instagramot, és azért látják, hogy igen, ezek a csávók a világ másik végén, hiába csak 1-2 000 követik őket, de akkor is rilek, ez átjön nekik. Oké, na akkor lépjünk egy picit előre, és miért van az mondjuk Magyarországon ennek ellenére, hogy tényleg úgymond vannak világszinten ismert emberek, akik mondjuk rátok néztek, és azt mondták, hogy fasza, hogy Magyarországon mondjuk egy rap buliba lemegy a fellépő, oda kerültek a DJ pulthoz, és vért húgyoztok, és mindenki hazamegy is. Hát ezt inkább szerintem az válaszoljon meg, aki kifejezetten rap bulikon játszik, mert én is nagyon régóta inkább a mainstream közeghez tartozok, és 1000-2000 fő szórakozó helyeken, tehát nem csak kis termes DJ-ként operáltunk, hanem én nagyon kevés, én inkább ilyen OSG-n meg ilyeneken láttam azt, hogy mondjuk, vagy még régebben a kezdetfiai fellépéseken, ahol beatboxoltam, de ott se DJ-ként voltam minőségemben jelen, vagy funkciómban. Tehát azt gondolom, hogy itt lehet, hogy Pepino, Ghost és RL fognak jobb választ adni. Csak ezt leszögeztem volna előre. Oké, Ghost, most kiraktalak nagy képbe, de Pepino ilyen szó. Jó, na, hát, hogy mondjam? Kérdez, hogy még egyszer létrejös a kérdést? Jelzem, hogy egy műsorban ősz, nem árt, ha figyelsz. Onnyira elveszi az eszemet tényleg, hát komolyan mondom. Elveszi az eszemet, bejön! Olyan régi hittem, hogy nőke vagyok ilyen hatásra. Azt hittem egyelőre, de oké. Lényeg az, hogy Magyarországon, amikor vége van egy rebuliba az adott fellépésnek, tehát mondjuk a csúcs fellépő megtette a magáét, és utána lelép a színpadról, ti jöttök porondra. És mégis korábban, mondjuk 5-10 évvel ezelőtt még az volt a trend, hogy mindenki azt várta, hogy na, mikor jöttök ti, most meg az a helyzet, hogy nagyon sokan hazamennek a buliból, és akármit csináltok, senki nem maradott. Mi lehet az oka ennek? Hát ez elsősorban generáció hiba szerintem, és most teszem azt, hogy hiába van az emberek előtt a YouTube, és inkább csak ezt mondom igazából, hogy simán utána tudnának menni a repzenéknek, legyen az old school, new school, tényleg most akkor underground, mainstream, és nézzük az összes palettát, de egyszerűen nem érdekli őket, mert tényleg, ahogy be is vezetted, meg hogy mondta, így visszamenőleg az előző témákban a többi társam, sziasztok! És így tényleg azt tapasztalom, és pont mondjuk lehet, hogy pont akkor kerültem bele, hogy amikor így elkezdtem, akkor még azért voltak, mert ilyen, most lehet, hogy olyan helyre kerültem, lehet, hogy oda hívtak meg, vagy lehet, hogy olyan bulit szerveztünk, hogy azért lement a fellépők, és utána mégis maradtak bulizni. És akkor azért meglepő volt, hogy tényleg a kőkemény ilyen New York-i klasszikra mozdultak meg az emberek, de akkor azért észre lehetett venni, hogy jó, 20-on, de inkább 30-as korosztály volt akkor például abban a buliban, de
de most már azért tapasztalom én is, hogy lemegy a főfellépő, és mindenki azonnal elhúz, mert egy, nem is, talán lehet, hogy nem is ismernek, mondjuk most ez egy példa, kettő, lehet, hogy nem is érdekli igazából maga az egész, mert tényleg nem is tudja, hogy ez miért jó, mi ennek az alap kultúrája, a foganata, hogy oké, hogy elmész és megnézel a fellépőt, hú, de jó, mert szeretem legyen az magyar vagy külföldi, de azért utána maradjanak azért, érted, bulizni, szeressék azt, amit alapból, amiben alapból benne vannak, mert akkor kiveszik a részüket ők is, mert hát nyilván, ha mi nem vagyunk, akkor ők sincsenek, de ez visszafele is igaz. És tényleg régen, amit most Fater is így mesélt, meg amúgy ti is meséltek, hogy 10-15 vagy akár 20 évvel ezelőtt, inkább fordítva volt, hogy inkább elmentek a DJ-re, és hallgatták a zenét, mert úristen, mi ez, honnan, ez melyik, ez tényleg ez hogy, és milyen zene ez, mert akkor lehet, hogy nem volt annyira elterjedve tényleg az internet. De most már, igazából tényleg az van, hogy próbálkozunk, de nehéz ilyen téren így érvényesülni. Okay. Arra, mit gondolsz, hogy lehet, hogy van abban valamit, a kis Pepino mondta, hogy a zene értéke maga csökkent, és úgymond a fellépő, tehát a maga az, hogy ott van egy ember, az fontosabb, mint az, hogy milyen zenét játszik. Itt most a fellépőre gondolok itt, és hogyha hiába nyomtok ti akármilyen jó zenét, vagy hiába próbálkoztok akármilyen jó zenével, egyszerűen nem olyan értékes, mint egy fele olyan jó minőségű produkció, akit mondjuk ismer a haverom is, meg az osztálytársa is, meg az is, és egyszerűen a névre megyünk, nem a zenéjére. Érted, mire akarok mondani, ugye? Abszolút, persze. Hát több szempontból kell ezt a dolgot megvizsgálni, mert attól függ, hogy milyen a hely, milyen a hangulata a helynek, milyen a hangosítás, stb. Teszem azt, ilyen dolgok is közrejátszanak, hogy milyen közel van a buszvégállomás, hogy mikor kell indulniuk, meddig maradnak, stb. Maga a produkció, tehát a főhős nálunk ugye mindig a Sziszka, istenes barátom, mindig nagyon megcsinálja a műsort, nagyon jó hangulat. Előtte szoktam bemelegíteni egy fél órát, órát, akkor már úgy ülnek a népek. Az ember olyankor kap hideget, meleget, mikor kezd a fellépést, fú, de jó vagy. Ezt el kell osztani kettővel, aztán megtartani a pozitív dolgokat. Az, hogy egy fellépés után elmennek, az abból is adódik. Egyrészt a generációs különbség, ez nagyon fontos, amit a Pepino mondott, biztos, hogy váltják egymást itt azért a fiatalok, az öregek. Illetve az, hogy egyszerűen elfáradnak. Tehát nekünk mondjuk van egy 50 perces vagy egy órás műsorunk, teszem azt, egy barbár fivérek, egy Mikey-Mikey-nék még ott van, két órát izzadnak, ugrálnak, úristen, mekkora hardcore, utána már nem fogja érdekelni, hogy a DJ arra mit, hogy nyomkodja a gombokat, meg hogyan scratch-el háttal. Tehát nem akkora érték szerintem az már. Ne, az ő számukra. Az ő számukra. Bocsánat, Ára, egy kérdésem lehet? Igen. Lehet, a lányokat nem szeretem. Parancsolj? A lányokat szeretem. Egyébként nagyon-nagyon jó válaszoltál. Hallod, Pepino, lecsúsztál erről is. Mert a lányokra lehet volna szegezve a kérdésem, hogy nem lehet az, mert a legtöbb bulinak a kulcsa az, hogy mennyi csaj van. És ezért maradnak ott a fiúk, és ezért itatják őket, és ezért lesz jó buli, mert egymásra táncolnak kicsikét csajozás, pasizás, flash. Nagyon. A legtöbb rap koncertnek azért régen legalábbis így volt, amíg én is nagyon sok zenekarnak besegítettem, most nem sorolom őket, de lényeg, hogy régen ez volt a legtöbb rap zenekarra elinduló bulizó, tök mindegy, fiatal vagy idősebb, főleg fiúkból kerül ki. És utána ott vagy egy kambuli fesztiválon. Így van. Egy kambuliba. Igen, ez is közrejátszik, biztos vagyok benne. Sok apró dologból áll ez össze. De például az év elején voltunk Romániában egy turné keretein belül, már nem emlékszem, 4 vagy 5 állomás volt, és például volt olyan állomás, ahol szinte senki nem volt, és volt olyan állomás, ahol gyakorlatilag este 10 órától reggel 4-ig nyomtuk, 3 órát zenéltem, volt 3 fellépés, maradtak, imádták, szerették, és mondom, ez nem is Magyarországon, Romániában történt. Tehát van ilyen is nyilván. Ez a ritkább sajnos. Oké. Okay. Ghost, te ugye Onil azt mondta, hogy ő mainstreamben van, te Ghost, te talán félúton a mainstream és az underground között. Hát Dávid is amúgy lényegében szerintem. Igen, itt akartam azért hozzáfűzni, hogy igen, én is olyan vagyok kicsit, mint a Zsolti, annyi, hogy ő jóval inkább a New School irányba ment el, csak a Zsoltinak több a tapasztalata erről, meg a többieknek, mert aktívan zenekarokkal járnak, én meg nem. Tehát inkább ez volt itt a fő lényeg. Oké. A kérdés változatlan, tehát hogy te hogyan vélekedsz a szituációról, meg a helyzetről?
Mi volt a kérdésem, amúgy már egy 30 perccel ezelőtt lett fel, hogy figyelek, várjál, figyelek. Hogy lehet az, hogy hazamennek az emberek a fellépő után, és a DJ-re ja, nem hogy lehet. Hát, köszönjük. Műsorvezető társam DJ Oni. Egyrészt szerintem tényleg az, hogy elfáradnak nagyon durván, és lehet én is egy picit így reagálnék, meg elmennek pulthoz iszogatni, érted, kimennek a hely elé, beszélgetnek barátokkal, hogy milyen volt a buli, nem tudom. Aztán szerintem ezt az arra is megtapasztalta, hogy aztán nem van olyan, hogy ott kiürül egy kicsit a hely, bemaradnak páran, de egy 20 perc van, hogy vutyi vissza mindenki kb. Kimennek levegőzni, elszívták a cigit, ittak még egy-két italt, és aztán visszajönnek bulizni. De ahogy mondta Zára, és ez is várostól, sok mindentől függ, hogy reagálnak egy adott fellépő után az emberek a bulira. Például Veszprémben, én ott nőttem fel, úgymond, ott gyűjtöttem magamba az impulzusokat, amikor még nem kezdtem ezen élni, és figyeltem a Chaos Partikon, Garrison, Majestical, Zephyr, Cool Casco, stb. És szerintem még Ári, még te is voltál, lehet, nem? Te is jártál Veszprémbe, de azt mondom, hogy a 50 meg a PEX volt. Na mindegy. Szóval... Engem oda nem engedtek be, cigányképű vagyok eléggé, úgyhogy nem. Majd, hogy volt ilyen? Csak jó, vicces, jó. Viccelek. Veszprém az egy mai napig azért szerencsés egy város olyan szinten, hogy aki nem tudná mondjuk régen, 10-15 évvel ezelőtt, nagyon sok városban voltak nagyon jó rebulik, úgyhogy lement a fellépő, és hajnalig ment a buli, és úgyhogy nem csak a környékről jöttek az emberek, hanem ugyanúgy lejöttek akár Veszprémbe, Budapestről, Debrecenből, az emberek felültek a vonatra, és utaztak egy buliért, egy fellépőért, maga a közösség miatt, hogy nagyon nagy összetartás volt régen, és viszont... Bocsánat, pillanat, megszakítalak. Korábban mondjuk egy hősökkel lehetett találkozni egy hónapban 2-3 alkalommal. Most ha nagyon akarom, akkor egy hónapban el tudok menni akár még 8-10 hősök fellépésre is. Ez nem lehet ok? Hát figyelj, igazándiból nem 5-10 kilométeres vonzás körzetbe lépnek fel szerintem a srácok, vagy lépünk fel. Na minden visszakanyarodva a buli utáni hangulatra, és visszakanyarodva egy kicsit Veszprémhez, mert az tényleg nekem szívem csücske, és ott szoktam én is még azért játszani underground-abb zenéket, és ott szerencsére ott maradnak az emberek. Egyrészt megvan ugye a nagy család feeling, hogy Veszprém, ugye hősök, környékbeliek, Ajka, onnan én is származok, nagyon sokan jönnek fel ilyenkor, és ott maradnak hajnalig bulizni, szerencsére. Szerintem azért még van még pár ilyen város az országban, talán Debrecen még, ahol igen. Az RH partik vannak, ugye, és igen, azért igen. Ott azért lemegy a fellépő, és hajnalig megy a hardcore. Aztán Győr, ugye, hát... azt azért ne felejtsük el megemlíteni, ott így van, ott már szerintem 20 éve azért elég masszív hip-hop közeg van, és kultúra, és maga a bulik, amit a HP szervez, azok szerintem nagyon jók, és mi is felszoktunk lépni ott az EQ-ékkel, és tényleg az van, hogy ott is hajnalig szerintem megy a buli, oké, van egy csomó fellépő, ami nagyon király, De azért ott így van Bluestock Fesztivál, látom, beírtad, úgyhogy nyomom promót. És pont, mert várjál, talán jövő hónapban lesz, ha már itt tartunk. Most nézem a dátumot, mert nem tudom meg. Október valahányadikán megyünk is, így van, vagy talán még szeptemberben, de szerintem októberben lesz. Mindjárt megmondjuk fel HP-t. Így van. Szóval azért vannak szerencsére olyan városok, ahol lehet bulit csinálni még a fellépés után, De nyilván a negyede, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, egyrészt felnőtt az a generáció, az újabb generáció az már teljesen másban van, és én ezt nem szidni akarom ezt a generációt, félre ne értsen bárki is, és csak egyszerűen más a mentalitás, más a felfogás, másban vannak,
Én úgy gondolom, hogy ez tényleg ez is szintén várostól függés, és a hangulattól, helyzettől, fellépőtől, nagyon sok mindentől függ. Jöjjenek a marketing percek, akkor Woodstock Fest október 13-án. Shakirával, Ricky Martin. Igen, Shakira, Ricky Martin, DJ Bobo és a hősök, persze. Így. Bocsánat. Jó, ha már itt tartunk, akkor tényleg annyit még el kell mondanom, hogy viszont október 19 Sun City Hip Hop Fesztivál, ott viszont én leszek majd ott. Na és a DJ? Jó, egy nagyon fontos komment jött Várj Nikita, és utána erre várok egy reakciót majd tőled, Onil. Hozzátennék egyet, ma bármilyen zenéhez könnyen hozzáférsz a netről, 10-15 éve, viszont ha új repzenét akartál hallani, kénytelen voltál meghallgatni a DJ-t a buliban. Mert máshogy nem jutottál hozzá, Onil. Így van. Niki, ugye, azt mondtad? Niki volt a hölgyem? Miki, igen. Miklós, Miki. Mert ugye én nem látom a telefonot, persze, igen, a csetet, köszi, hogy beolvastad, Dávid. Igen, abszolút, 100%-osan egyetértek. Annó nekünk, és ezt nagyon-nagyon sok kollégával, akivel szorosabb kapcsolatot ápolok, nagyon sokat beszélgettük ezt, hogy amikor én elkezdtem 18 és fél, 19 évvel ezelőtt ezt az egészet, szívszerelemből, akkor a legelején küzdelem, harc ment azért, hogy lemezt tudjunk kicsikarni a másiktól, hogy egyáltalán csak át tudjuk írni. Igen. És azt mondtam az illetőnek, hogy volt egy nagyon régi miskolci DJ, aki ilyen afro frizura, kölszaká, jó volt a pacek, illet az egész hip-hop kultúrában, nagyon nagy gyűjtő volt, Király Peti, Peking. Lényeg az, hogy ő meg a Gili, meg én voltunk hárman régen a 90-es évek végétől hip-hop R&B DJ-k Miskolcon főleg. És lényeg az, hogy a Peking olyan lemezeket gyűjtött össze, hogy azt se tudtuk, hogy honnan meg... A csávó félelmetes volt, iszonyat a gyűjtő volt. Tehát a mi kis györemixünk volt otthon, vagy dubink volt otthon Miskolcon. És könyörögni kellett, hogy egy kukú kell lemezt mondjuk. Nem tudtam, tehát adnom kellett érte valami olyan zenét neki, amire ő úgy gondolta, hogy nem, az megvan, nem, az nem olyan, mert az nem kapott 5 mikrofont a Source-ban, meg ilyenek. És abban a helyzetben, igen, tehát ez, nem látom, hogy melyiket a kuncunk, mert a képeteket sajnos már a telefonom lelőtte, de az a lényeg, hogy igen, ez volt, ez a komolysága a helyzetnek, ami talán egy kicsikét tragikomikum is, hogy régen mi küzdöttünk azért, hogy egy-egy dalt egyáltalán megkaparítsuk. Emlékszem, amikor a Malicious nevű előadótól van a Final Countdown-nak egy saját verziója a Malicious nevű rappernek, és maxim bakelitem akartam szerezni. Hát vért izzadtam, mire meg lett. Vagy a Gatsan albumot a Nas-tól, mondjuk az már időben közelebb volt hozzánk, de akkor is még az is régi sztori. Németországból rendeltem be, ha jól emlékszem. Aztán talán a győzőnek adtam el, de teljesen mindegy. Lényeg az, hogy igen, Niki, küzdöttünk azért, hogy egy-egy dal a miénk lehessen, egy-egy lemez a miénk lehessen, és amikor eljöttek az emberek meghallgatni a buliban 15-18-20 évvel bármikor, akkor gyakorlatilag tőlünk hallhatták. Rengeteg francia zenét játszottam a karrierem kezdetén, és ez az NTMS sztori, rohadsokan jöttek oda, hogy mi ez, ki ez, hogy? Na most igen, manapság már sazamozott, és onnantól kezdve, hogy a sazam megvolt, onnantól kezdve abban a pillanatban már képes vagy rögtön letölteni, vagy YouTube-ról, vagy valamilyen illegális letöltő ruszki oldalról. Egy a lényeg, hogy sokkal nehezebben jutott az ember hozzá a dalokhoz, és ennek megfelelően a buliba hatta először, vagy a DJ-től. A mi szerepünk átalakult, amióta mindenki hozzáfér a zenéhez, azóta mi már a DJ nem lemez bemutató, ahogy régen volt, és nem követendő trend kovácsoló... Ikon esetleg. Igen, én azt akartam, amikor trend kovácsoló, hogy a mi hozzáállásunk, zenei hallásunk, fülünk vitte előre a közönség ízlését egy picit, és mi dönthettük el, hogy miből csinálunk slágert. Nekem rengeteg ilyen volt, Mexicano 777 nevű portorikói rapper, senki nem ismerte, Miskolcon viszont óriási ultrahimnuszok voltak a trackjei, hiába felét nem értették az emberek, mert annyit játszottam, hogy beleültettem az agyukba. Manapság már az emberek úgy mennek el szórakozni, hogyha nem hallja azt, amit ő otthon széthallgatott a YouTube-on, amit egyébként is bármikor a telefonjára kattint és meg tudja hallgatni, de ha azt nem hallja nagy hangerőn, nincsen meg a közös sikítása több emberrel, mert ugye a hatásvadászat a lényeg a bulikban, és hogyha nincs meg az a tombolás, akkor szar a buli. És most nekünk ezzel is meg kellett az elmúlt egy évtizedben, sőt, két évtizedben kezdeni, hogy amikor régen érték volt a zene, és a hanghordozó ugye, akkor gyakorlatilag
sokkal nagyobb ereje is volt a zenének. Most Eminemnek volt két napja, az elmúlt két napban volt kénti interjúja a Sway-jel a YouTube-on, majd nézzétek meg, kis reklám neki, Kamikáze kapcsán, hogy ő mondta azt, hogy manapság minden ugyanúgy szól. És ha máshogy akarsz szólni, más hangzást akarsz, mást akarsz, akkor azt mondják, hogy ez trash, ez szemét, ez szar. Régen, ha egyformát csináltál, lemásoltad mondjuk a Jadakiss flow-ját, akkor megszóltak, hogy te figyelj már, ugyanolyan vagy, mint ő. Ott egyedinek kellett lenni. Most egy kaptafára épül minden legtöbbször. Tehát a trap mondjuk úgy kinőtte magát, hogy a circegős, cintányéros beatek, azok már popzenében is előfordulnak mindenhol, és hogyha kihozol egy olyan tracket, ami nem ebbe a körforgásba illik bele, akkor már nem is fogadják el az emberek. Tehát az a helyzet, hogy az internet, amióta mindenki mindenhez hozzáfér, jó dolog, baromi jó dolog, mert nekünk is könnyebb zenéhez jutnunk. Csak a gondolkodásmódot, az ízlésvilágot és egy csomó mindent átalakított, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem élveztem jobban régen azt, amikor mutathattam egy lemezt nekik, hogy nézzétek, na ez lesz a bomba, erre irányítom, erre fókuszáljátok most a figyelmeteket, mert én éveket töltöttem azzal, hogy bogaráztam, mire megtaláltam ezt. Így van. Ez régen nagyon működött, ez egy kicsikét fáj a szívemnek, mert ahogy a Ghost még egy 20-30 perccel ezelőtt említette, hogy nagyon sok DJ csak nem megy részleteibe, hanem nagyon felületesen ismeri csak a miféle zenei stílust és zenéket. Ebből kifolyólag, hogyha valaki nem ássa bele magát rendesen, akkor a közönségnek ugyanúgy Usher jelket, meg nem tudom. Persze mi is lejátszuk ezeket a mai napig, mert óriási slágerek is megölnek, hogyha nem. De hogy aki csak annyira felületesen fogja az egészet tudni, nem fog soha egy új dalt mutatni a közönségnek, és marad minden ebbe a langyos felhozatalba. Tehát ez az, ami részemről sajnos egy kicsit azt kell mondjam, hogy az internet kapcsán egy picikét furán alakított át a közízlést, meg az a másik, amit imádok, most voltam a színen fellépni, és kb. Volt előttem, hogy 1500 ember, akinek zenéltem, és ha már reklámot kimondhatok, akkor One Love Valentine's Stay True kampánynak voltam, és tök jó, mert a kampány Stay True, ugye. Szóval lényeg az, hogy ott zenéltem, és a csaj odajött nekem egy magyar pop house előadóval, tök mindegy kivel, csak odajött, hogy ezt játszam le. Amikor előtte konferáltam be háromszor, hogy R&B hip-hop, meg egy kis dancehall. Tehát, hogy fogalmatlanok legtöbbször az emberek, tisztelet a kivételnek, és tisztelet azoknak az embereknek, akik a mai napig veszik a fáradtságot arra, hogy zenét vásároljanak, albumokat hallgassanak, tágítsák az ízlésüket, ne begyepesedettek legyenek, és ne csak azt kövessék birkaként, amit a tömeg megemészt. Oké, okay. Nagyon jól felvezetted a témánkat, ugyanis a kérdés az, hogy milyen zenének kéne szólni egyébként egy rap buliba. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy bemegyek, most 31 éves vagyok, két héten belül megszületik a második kislányom. De ugyanazokat a zenéket hallom. Gratula! Köszönöm szépen. Tehát, hogy ugyanazokat a zenéket hallom, mint amikor 18. Nagyon sokszor. Valaki más inkább, mert sokat ricsáztam most. Epino? Ugyanazokat hallod körülbelül? Hát jó, a régihez nyúlni sose rossz, amúgy nyilván az már kicsit elcsépelt is lehet, de kiinduló pontnak nem sose rossz amúgy. De persze, nyilván utána. Szóval ez ugyanaz, hogy akkor az viszont meg már a DJ hibája, hogyha nem mer, vagy hát mer igazából, de bele kell nyúlnia, el kell mélyülnie, és olyan zenéket kell játszani, ahogy mondta, hogy szelektálni kell, és nyilván, ahogy most tényleg ez tök jó gondolat volt, hogy így megfogalmaztad igazából, Onil, hogy akkor te voltál úgymond a mérce, a mérvadó, most meg igazából, akkor szóval nem volt megfelelési kényszered, nem? Nagyjából, hogyha jól sejtem. Na, és jól most mondod. És most igazából az van, hogy azért meg kell felelned. És pont ez az, hogy ugyanúgy, ahogy most visszatérve az előző témákhoz, hogy látod, hogy milyen emberek vannak ott, látod, hogy most ők mit fognak talán befogadni, és underground, vagy most nem underground buli, de ugyanúgy vannak napjainkban is, akár hogyha most tényleg gyors fölkukkantanék, akkor talán tudja egy olyan 2018-as underground, akár most New Yorki vagy Los Angeles-i, hanem New Yorki zenét, hogy úristen, mi ez a hangzás, így van, hogy talán boom bapnek is mondanám, de lehet, hogy új hangzásban igazából. Szóval akárhogy is hozzá kell nyúlni az újakhoz. És akkor úgy ezt is fel lehet építeni, hogy elindulsz a régiből az újba, vagy fordítva, vagy csak tűzzelsz, vagy BPM szerintre, szóval ez is már a DJ dönti el szerintem, de ez akkor azt jelenti, hogy te rossz buliba jársz.
Köszi. Majd elmegyek a Bluestock Festre október. Vagy gyere el Fater szülinapjára 22-én, hogyha már így megy a promó. Ghost, te híresen nyitott vagy egyébként az újvonal a zenék felé. Igen. Oké, okay, akkor mehetünk tovább. Igen, abszolút. Én már sok-sok évvel ezelőtt én erre így úgymond ráfeküdtem, és nagyon elkezdett érdekelni, és nagyon sokat tettem én ezért, én úgy gondolom Budapesten az éjszakai klub életben az, hogy be tudtam ezeket a zenéket gyömöszölni, mert ugye azt azért tisztázni kell, hogy ahol mi játszunk Budapesten, ezek trendi szórakozó helyek, ahol nem hip-hop orientált közönség van teljesen, hanem olyan emberek vegyesen, külföldi, magyar, tök mindegy, ahol populárisabb zenét kell játszani, de ez se jó szó rá. De ez nem olyan rossz. Jó, oké, akkor mondjuk azt, hogy nem underground zenét játszunk, de közben mégis underground, mert hogy amit mondjuk évekkel ezelőtt... Csak a húszterephez képest az. Hát igen, de hogy mondjuk, hogy évekkel ezelőtt, ami pont ugye elkezdődött ez a new school világ északról kezdve, ez undergroundnak mondható, és én ezeket szépen beleépítettem a szettjeimbe, amit hallottam, hogy az én fülem úgy fogja fel, hogy ez bulizósabb zene tud lenni, és ugye, ahogy mondtam is, szerintem mondtam, hogy mára abszolút viszont ez lett a trendi, és az, ezt hiszem nem mondtam, hogy régebben, pár évvel ezelőtt nagyon sok DJ lenézett azért, mert én már ebbe a zenei irányba kezdtem el mozdulni, és ők meg csak így nincs, nem csak az, hogy mondjuk a hip-hopon belül más zene irány sincsen nagyon rálátásuk. Mind ezek az emberek azért lenéztek engem, furán néztek rám, hátam mögött beszéltek, hogy mit játszik a Ghost, meg minden, de közben én ott tartottam az embereket a szórakozó helyen, bulisztattam őket, stb. És ezek az emberek, akik engem évekkel ezelőtt leszóltak, hogy mi ez a new school-os, trappes dolog, amit én játszok a bulikban, na hát most meg odáig jutottunk, hogy ezek az emberek játsszák ezeket a zenéket, és kiáltják ki magukat annak, hogy ők ennek a nem tudom kiei, a nagykövetei, érted, bulikat szerveznek, ilyen ez tök jó és szép, csak egyébként nem hozták meg azt az áldozatot, amit te meghoztál. Mert hogy te évekkel ezelőtt, azt mondd el, Ghost, hogy te évekkel ezelőtt, amikor egy szórakozó helyen, vagy több helyen is elkezdted ezeket játszani, és még nem ért be nálunk Magyarországon, akkor volt olyan, hogy te bulikat buktál el, mert te tartottad magad konzekvensen az elképzelésedhez, és neked ez mostanra ért be, és az elmúlt pár évben, aki nem hozta meg ezeket az áldozatokat, mint te, csak most belecsöppen, az egy kicsikét más szájízzel néz rá az ember. Nem? Hát igen, ez abszolút így van. Én tényleg mondtam le bulikat, megkereséseket, mert elmondták, hogy zeneileg mit kellene játszani. Én azt inkább átpasszoltam másnak, akár a Dávidnak, vagy egyéb más hip-hop R&B DJ-knek, akik tudtam, hogy ezt jobban meg tudják csinálni. Én azt nem akartam elvállalni. És ez tényleg nem rossz indulat, meg semmilyen nincs, hogy más, akik abban maradtak egy picit a régebbi zenébe, ezzel semmi probléma nincsen, mert mindenkinek saját ízlése van, és önmaga alakítja ezt, de én tényleg sok áldozatot hoztam ez ügyben, úgymond, és viszont azt elértem, úgy gondolom, nem tudatosan, de hogy egyre többször hallom ezt, hogy tényleg én ezért rengeteget tettem Budapesten, főleg, hogy a mainstream-ebb helyekre bevittem a new school zenét, bulikat, ami lényegében undergroundnak mondható volt, csak ugye most kezdett el betörni nagyon durván a mainstreambe, hogy a popzenébe,
hogy elemeket emelnek ki a zenéből, és arra építenek rá. Ez megváltozott abszolút az a helyzet. Oké. Srácok, bedobok néhány nevet, és én csak annyit kérek tőletek, aki mindenki egyesével mondja végig, hogy cikiel játszani, vagy menő? Oké? És tényleg ez a kérdés. Oké. Mondom a sorrendet először. Arre, O'Neill, Ghost és Kis Pepino, ez lesz a sorrend, oké? Hadd legyek az utolsó. Eminem? Nem válaszolok. Tartottkodok. Én nem játszom Eminemet semmit. O'Neill? Ja, hogy már azt hittem, hogy minden előadóra ő reagálja. Nem. Sima liba. Vannak olyan Eminem dalok, amik egy mainstream buliba nem hogy elmennek, hanem felrobbantják a házat. Tehát, hogy vannak olyanok. Igen. Igen, persze. Nem minden Eminemet, de igen. Van bőven olyan dal. Oké, Ghost? Igen. Ahogy a Dávid is mondta, vannak olyan bulik, ahol ez, van egy pár Eminem szám, főleg a régebbi időkből. A Shake That, Vidámi, amik parti zenék, és mondjuk egy egyetemi bulin, hogy az ember játszik, és mondjuk odáig elkanyarodik zenébe, mondjuk én már tényleg nem játszom ilyeneket, de pár évvel ezelőtt még oké, de nincs olyan probléma. Sőt, most a Kamikaze lemezről van egy-kettő olyan szám, amit majd... Így van, ami szerencsére most jön meg a videoklip hozzá egy pár órája. Szóval egy-kettő belefér. Szintén csak az előttem szólókhoz tudok szólni, hogy igazából igen, belefér egy-kettő szám nagyon maximum Eminemtől. Tényleg ez a buli válogatja. Oké. Gonosz leszek. Lil Pump? Esélytelen. 0%. Oni? Igen, azért szöges ellentét lesz arra, ugye, mert ő főleg underground és rap bulikat képvisel. De tisztelet, mindenféle tisztelet az Arrénak ezért. Majd hát ez, azért ebből... Mert én már pont az ellenkezője vagyok. Nem, szóval. Mondjál, azért akarok egy kicsit beszélni. Jó, erre kitérünk, mindjárt mindenki végigmondja a dolgokat, aztán szerintem New School, Old School dolgokról is beszéltünk. Én a Zsolti tudja, a Ghost tudja, hogy én nagyon furán álltam hozzá ezekhez a dolgokhoz, csak egy mondatot fűzök hozzá. Furán álltam hozzá, lágyultam. Lágyultam, mert látom, hogy a világon 700-800-900 millió megtekintéses track egy-két hónap alatt, ebbe azért nem megy a világ, nem tudok vele mit kezdeni. Nem egyetlen egy olyan track van, amit lejátszanék, hogyha Lil Pumpról lenne szó, ha nagyon valaki megkérne, hogy valami Lil Pumpot játszak, de az nem Lil Pump track. Az egy Diplo French Montana track, és csak feat-elni hívták meg. A Deadpoolnak, ugye szuperhős fanatik vagyok, a Deadpool 2-nek a főcímdala. Iszonyat beat van alatta, mert Diplo csinálta, és hogy ott jól rappel a Pump. Nem tudsz valami, hogy kezdeni. Tehát én úgy, hogy old school figura vagyok inkább, el kell ismernem, hogy ott ügyesen rappel rá. Azt lejátszanám szívesen. Egyébként a többi trackje kevésbé az én ízlésem. Oké, okay, Ghost. Hát én pont összöges ellentéte leszek, mondjuk pont az Arrénak, de nem fogunk ezen összeveszni, mert nem vagyunk ennyire buta gyerekek, én úgy gondolom, meg 5 évesek, hogy szerintem ebből probléma legyen. Én erőszeretettel játszom, én az embereket szórakoztatom, és magamat is, és mivel ez az elsődleges cél, hogy az embereket szórakoztasd, én ilyen bulikba játszok, én ezekre álltam rá évekkel ezelőtt. Az, hogy ebben a New School-ban is van, nyilván ugye sok a bugyuta szövegű, valaminek van értelme, kutakodni kell, de nekem, én jól érzem magam, fiatal vagyok, én nem csak egy, én azon kívül, hogy DJ vagyok, én zene rajongó is vagyok, szóval én ezekért ugyanúgy a hip-hop zenél ugyanúgy rajongok, és ezt látják rajtam, és én nekem az elsődleges célom, mondom, hogy az embereket szórakoztatni, és ezekkel a zenékkel, amit én is szeretek, szerencsére tudom, és köztük van a Lil Pump is ezekből. Tudom, hogy azt meg szóval tisztában vagyok vele, de én nekem úgy nagyon oké, hogy tudom, hogy hogy néz ki, látom rajta, meg hogy mit művelnek. Turizsázod, lejátszod a dalt, ennyi. Ennyi. Jó, csak én szeretem megmagyarázni, mert persze. Nem csak egy szóval akarom, mert lehet, hogy valaki meg csak így, na jó, van ezt a szart Igazad van. Na, azért kicsit hadd magyarázzam meg a válaszomat, hogy mit miért. Kis Pepino?
Hát nekem is csak a Deadpoolról van meg igazából az az egy szám, és most néztem gyors utána, hogy tényleg Lil Pump is van benne, mert az a szám az tényleg jó. Welcome to the party, kis Pepino! Megvolt, de amúgy nem. Szóval nem. Oké. De majd ki tudja, mit hoz a holnap. Talán ilyen, a szerintem ti ketten ne hallgassátok meg a holnap megjelenő mixemet, mert... Miért? Yeah. Imán, sok ilyen lesz benne, csak nem ilyen. Nem foglalko semmivel. Talán a leggonoszabb és legszemetebb, ami most következni fog, AK-26. Hú! Mi van abban, hogyha olyan buli van igazából, miért ne? Ha megkívánja a 14 éves korosztály. Oké, akkor visszatállj most. Nem, most tényleg viccet félretére, bocsánat, hogy most szavatokba vágok. Figyelj, most úgyis lesz olyan téma, amit majd be fogsz hozni. Most magyar zenéket, jó, ugyanúgy megint mi szelektálunk igazából, de ha tudod jól, most akkor kiindulva a Ghost szemszögéből, ha tudod jól, hogy az ütni fog és vágni fog, és hogyha most mivel szórakoztatunk is, szóval tényleg ezért sokkal komplexebb ez az egész, hogy most azt mondom, hogy igen vagy nem, akkor miért ne? Mert lehet, hogy te is találnál amúgy egy olyat, amire azt mondod, hogy még lemehet, még te is lejátszod, és még te is tudsz vele most azonosulni idézőjelesen, de igen, ugyanúgy, mint ahogy visszamegyünk minden kérdésedre, miért? Igen. Oké, okay. Ghost? Nekem nincs semmi bajom a srácokkal, én ismerem őket, jóba vagyunk, szoktunk dumázgatni, stb. Játszottam már AK-26 számot buliban, mert illett a szettembe, és ahhoz a közönséghez is illett az a szám, amit lejátszottam tőlük. És hozzáteszem, hogy amit sokan elítélik az AK-26-ot, egy kicsit szeretném őket megvédeni olyan szinten, hogy mondjuk nagyon sokan ugye bekategorizálták őket pár évvel ezelőtt, nem nagyon nyitottak rájuk, stb. Én egy évvel ezelőtt, tavaly nyáron vettem a fáradtságot, és végighallgattam a leges-leges lemezükről az akkori számokig az összeset, és pozitívan csalódtam a srácokban, mert annak ellenére, hogy ami imit van róluk kifele, és ugye a hip-hop közösség nagy százalék úgy elítéli, vannak nagyon társadalmi problémákkal foglalkozó zenéik, például számaik, politikáról szól, és a GINO pont a szavazás után idén dobott ki egyet, idézősen pofátlanul, ő megcsinálta ezt, amit más nem mert megcsinálni, hogy egy Balsors című számot kidobott, amiben úgy oda szól a kormánynak, hogy elég. Ezt a ténylegesen underground előadók nem merik megtenni. Na érted, akkor miről beszélünk, és közben az underground előadók meg leszólják az AK-26-ot, szóval így csinálja már meg valamelyik ugyanezt, melyik merte megcsinálni, tegye már fel a kezét jelenleg, mert én nem tudok egyikről sem, hogy így beleállt a kormányba, miközben jelenleg az ország legnagyobb hip-hop csapatja. Oké, vannak a hírónak ezek a populárisabb zenéi, de annak ellenére ők egy hip-hop csapat, csak egy másabb zenei stílus képviselnek, mint a sok magyar hip-hop csapat. Ők az AK-nak főleg a jelenlegi stílusa, ugye ez a trappes és nagyon vonal, és kicsit a német sztájra vajaz, amivel nincsen semmi probléma, mert közben ugyanúgy a magyar reperek 90%-a meg érted Amerikából inspirálódik, ők meg, főleg a GI, ő meg a németek, és ezzel nincsen semmi probléma, valahonnan kell inspirálódni. Szóval én nekem nem degradálna pár számot lejátszani az AK-tól, hogyha egy olyan buli van, és beleillik a szettembe, és tudom, hogy az ott tök jó. Oké, pont, tegyünk pontot. Elmondtad, Sarki. Zsolti, a következő trekket nem magyarázd így. Jó. Más meg másba magyaráz hosszabbat, én meg magyarázok ebbe. Na. Hogy Ghost nem persze, szóval lényeg az, én nekem nagyon egyszerű lesz a válaszom, ezt nem fogom túl magyarázni. Én
18-9 év alatt nem játszottam magyar dalt, ez az egyetlen egyet, fürkésző elemektől a mestereket. Én azt játszottam. Akkor gyakorlatilag mindenki lejátszottál. Tehát, hogy... az akkori korszakból igen, az akkori korszakból igen, akiket tiszteltem és szerettem, azokat igen. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok rap. Tehát én a Filler Rap Jam-ek korszaka óta zenélek, és nagyon-nagyon sok csapattal a kezdetek óta nagyon jó kapcsolatot ápolok. Attól, hogy én nem lettem zenekaros DJ, meg ilyen background scratch DJ, meg stb. Én ettől függetlenül mindenkivel 99%-kal nagyon jót tudok beszélgetni, hogyha összefutunk, vagy bármi van. Viszont, mivel hogy nem nagyon játszottam a szettjeimben sosem magyar zenét, annak ellenére, hogy ügyesek az AK-26-os srácok, így az én szettemben a magyar általában nem szokott megjelenni. Ennyi. Oké, okay, Ari? Nagyjából a Zsoltinak a véleményével tudok egyetérteni, semmi gondom nincs a srácokkal, egy kicsit ilyen politikus is ez a válasz, ugye vannak blúzos fitjeik, vagy hát alakulóban vannak ezek dolgok. Nincs a tracklistem között AK-26, de bármikor lejátszanám. Ez a vélemény, ez a... Bocsánat, hogy csak annyira akarok hozzászólni. Oké. Okay. Nagyon pozitívan csalódtam benne, Dárré. Imádlak, jó. Jó, valamit muszáj felolvastam a chatről egyébként. Már nem, bocsánat, tényleg azt mondja, hogy hoztak, hogy el ne felejtsem. Annyi, hogy akkor Boba Fett, még őról tudnak akkor beszélni, úgyhogy vagyis ezt nem tudok megemlíteni neked, mint politikai beszólásokat. Bármilyen. Jó, tényleg igen, igazad van, bocsánat, elfelejtettem. Semmi gond, nehogy is, csak én is nem most dolgoztam vele. Sőt, talán még a fangnak is van ilyen. Fang, tehát hogyne. Jó, Memphis írt egy gondolatot, és kíváncsi vagyok, hogy ez csak vagy kommentáljátok, vagy nem. Én nem sorolnám a trappet a hip-hop közé, a trappet inkább egy másik zenei műfajba sorolnám, mint a rockot, vagy a diszkót. Akarjuk egy kommentálni? Zsolti? Nem tudom, igazándiból ez megint embertől függ, hogy ki ezt hova akarja sorolni. Én elfogadom a srácnak, vagy nem tudom, lánynak a hozzáállását ehhez, szíve joga eldönteni azt, hogy ezt hova sorolja. Én a trappet oda sorolom, mert igazándiból azért, mert abból táplálkozik. Inspirálódik, ahogy nagyon megfogalmazott az előbbi beszélgetésnél. Igen. A T.I. ugye 2004 vagy 5 vagy 6 trap music, így van. A trap music-os albuma, mert nem tudom az éveket, utána kell néznem, mert azért nem vagyok minden dátumok képben, de ő onnan eredetezteti azt, hogy onnan van a trap. Miközben aztán meg betámadták a csomóan, hogy a Gucci Mane is, meg egy csomó mindenki, hogy nem, én találtam fel a trappet, aztán egyszer olvastam róla egy olyat, miközben én nem tudok állásfoglalni, mert annyira kevésbé vagyok tisztában a trappel, mint mondjuk a Ghost. De lényeg az, hogy amennyit én kaptam ebből, én utána olvastam, és hogyha visszagondolunk, hát már a 80-as években is voltak lassú zenék, és tehát elemek ezer éve vannak, amit ötvözött magába a trap. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a trap most 2016-7-8 körül megérkezett a semmiből, hanem vegyít elemeket, akár a BPM-et, akár a hangkészletet, hát a snare-ek, amiket használnak a trapben, azok 30 éve snare-ek. Fie, elég egy együttes mondani, Outkast például. Hát abban is olyan elemek vannak már, meg hangzások régebben. Te, ugye, de O'Neill, te nagy Outkast van vagy, úgyhogy... Én nagyon szeretem. Egyetértesz velem, hogy már ők is Atlanta, ugye? Így igen, van, Atlanta, a Dirty onnan... South az egy picit megágyazottam úgy a tempójában, meg a hangzásvilágában egy picit a trapnek. Így lehet azt mondani, hogy szegről végről a trap valahonnan inspirálódott, vagy eredeteztethető a hip-hopból, de hát tiszteletbe tartjuk az úriembernek a véleményét, hogyha neki annyira idegen vagy más a trap hangzás, hogy szerinte ez már egy új style, vagy nem így lehet. Eldönteni de ezt. Amúgy, igen, de amúgy, ha felmész nagyon nagy oldalakra, és angolul olvasol, most nem Wikire, de akár Wikipedia-re is gondolhatok, akkor sub-genre, tehát, hogy egy ilyen alműfaja a hip-hopnak. A legtöbb helyen így szokták kategorizálni, de nem amire szóltuk, hogy ezt eldöntsük, viszont a legtöbb helyen én így találkoztam vele. Egyébként meg szíve joga az illetőnek, hogy ő hogy szeretné, hogy érzi jó magát, hogy ő minek nevezi ezt. Okay. Muszáj megemlítenem, cseten írták politikai rappel kapcsolatban a föld alatti mozgalmat is, ők is. Ja. Jó, oké. Okay. Jó, akkor elnézést kérek mindenkitől. Nagyon bele. Ne politizálj, Zsolti. Jó. Oké, okay, majd az alkára kihegyezve.
Igen. Ez egy másik adás témája a politikai rep, biztos, hogy lesz ezzel kapcsolatban is egy műsor mindenképpen. Na, de a kérdés következő kérdéskör az, hogy kell-e egy DJ-nek magyar repzenét játszani? Illetve azt már tudjuk, hogy Onil hogy áll ehhez a kérdéshez, de ti hogy álltok ehhez a kérdéshez? Már bocsánat, én nekem nem feltétlenül, nekem én imádok egy csomó magyar rep előadót. Egész egyszerűen olyan szórakozó helyeken zenéltem, ahol 1500-2000 embernek kellett fellépnem. Én ugye, amikor elköltöztem Miskolcról Budapestre, és az első 7 évem után az undergroundból kicsit elkezdtem a mainstream irányba menni, és csajoknak is játszani, stb. Feltérképeztem azt, hogy ebből meg is lehet élni, és amikor már kiszenvedtem azt a 7-8-10 évemet pénz nélkül, és elkezdtem belőle akár pénzt is keresni, megélhetési életformaként felfogni, akkor rájöttem, hogy bizonyos határokon belül mozgok a mainstream kategóriánál a hip-hop, R&B, dancehall dolgokkal, mert hogyha én fogom magam, és egy, mondjuk annó a Dog Beach-en most mondtam valamit, ahol 2500 ember táncolt előttem, vagy a Trafikban, ami már bezárt, ezek sajnos mind bezárt szórakozók, 800-900 ember gyönyörű csajok, elegáns pasik ott táncolnak, imádják, sőt, még szeretik is azt a zenét, csak mondjuk ők sokkal felületesebben érintkeztek vele, mint mi, és nem kíváncsiak a magyar rapre, akkor én ott legtöbbször önmagam mellett tettem volna, vagy a buli ellen tettem volna azzal, hogy egy tök jó magyar rap zenét, de oda nem illő környezetbe, nem jó helyen, nem jó időben játszok le. Hogyha sokkal több olyan partiba zenélnék, ahol mondjuk Sziszka, vagy Hősök, vagy bárki után kell zenélnem, vagy előtt, akkor valószínűleg én is nagyon-nagyon jó elemnek tartanám az, hogy magyar rappet felteszek a buliban, tehát igenis lehetne ezzel segíteni a magyar rap előadókat, hogy eljussanak olyan helyre, ahova nehezen jutnak el, mert nehezebben fogadják be az emberek, és nekünk tök jó feladatunk, kötelességünk is lehetne ez, viszont van egy másik nyelve a mérlegnek, aki feletted van, aki neked munkát ad, és nem az, hogy egy set, elég egyetlen egy track, amikor elővesznek téged, és hogyha nem úgy alakul az este, ahogy ők szeretnék, akkor ez üzleti dolgokba is ütközhet, és onnantól kezdve lehet, hogy magadnak átadtál azzal, hogyha egy magyar repzenét feltettél nem jó helyen, nem jó időben. Tehát még egyszer hangsúlyozom, ha ez egy olyan közegben, olyan embereknek, olyan közönségnek szól, ahol felrobbant tőle egy ház, mondjuk egy fesztiválon, akkor az rohadt jó ötlet. Viszont, hogyha egy top klubba Budapesten, ami Chillville, stb. Elkezdesz magyar repzenét, ismeretlenebbet játszani, ha csak nem most a futó AK-26-ról beszélünk, akiket amúgy is ismernek, hanem felteszel egy kezdetfiait, most mondtam valamit, hát lehet, hogy imádják őket, de bulizni nem fognak rá. Okay. Arra, akkor te vagy az a vonal, ahol úgymond előtte-utána lehet játszani ilyesmit, játszol-e, és érdemes-e játszani? Mindenképpen, tehát tőlem el is várják, főleg azért, hogy ilyen magyar előadókkal mozgok, most nem is kell őket megnevezni, nagyjából azért remélem, hogy mindenki képben van vele. Előtte is kell legalább ilyen 40-50%-ba, utána is kell egy 40-50%-ba, ha azt szeretném, hogy maradjanak. Az előttem szólónak a dolga az annyit tennék hozzá, de úgy próbálnám egy kicsit támogatni azt, amit elmondott, hogy úgy kell ezt a dolgot elképzelni. Van egy nagyon fullos étterem Monte Carlo-ba, a legdurvább szakácsok dolgoznak ott. Miért nem szolgálnak fel utcai hamburgert? Mindenki szereti. Azért, mert nem oda illik. Tehát meg kell találni a mikort és a hogyan. Ez a legnehezebb egyébként ebbe az egészbe, és ezért van az, hogy itt vagyunk most hárman, négyen végül is egymás mellett. Egy dolgot képviselünk, de aztán még végülis mégse. Amikor, a hova, a hogyan, és a negyedik dolog az anyagi rész, az nagyon fontos, sajnos, vagy hát hozzátartozik. Velejáró, igen, hogyha olyan helyen dolgozol, ahol van egy főnököd, és ezt akartam az előbb említeni, hogy nem csak undergroundot játszok, 2003-2006 között rezidens voltam egy klubban, ott én ezt pontosan átéltem. Tehát ha van egy főnök, ez miért volt, ez hogy volt, meg kell számolni. Ott például abszolút nem volt helye magyar repzenének. Ha megfeszültem volna, és hiába mentem be Brőgatyába, meg Pulkebbe, nekem akkor is azt kellett játszani, hogy asszanak, és pénzt kérjenek asszába. Ez a nagyon nehéz Magyarországon, kicsik vagyunk, kevesen vagyunk. Akik ezt szeretik, azért nem mindig mozdulnak meg, már esetleg idősebb korosztály, vagy nem akar rá pénzt szánni. Aki meg nem szereti, az meg azonnal kirohan fejtveszve a táncéről, és a tulaj azt látja, hogy na, most megy el a pénzem. Ez a válaszom itt. Okay. Tehát akkor október 13-án a Bluestock Festen akkor lesz magyar rap is. Abszolút. Kispepino, te is valami hasonló kategóriában mozogsz egyébként mind arra. Bocsánat, én közben szellemé válok.
Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Kösz, ez visszatogózt. Kis pepino. Na, igen, igen, azért benne vagyok ebben, és én úgy gondolom, hogy azért kell, hogyha elmondta a Zonil is, elmondta arra is így tényleg a gondolatmenetét, és tényleg mindegyikkel egyet tudok érteni, mert ha adott helyen, adott időben úgy adod elő, akkor az oké, okay, vagy ha nem szabad, vagy úgy érzed, hogy az nem fér bele, akkor nem. Általában én azért olyan bulikba mozgok, hogy tényleg kell, és érzem is, és amúgy akarom is, és szeretném is, hogy azért legyenek képbe, és ugyanúgy, hogy ott is szelektálok igazából, hogy én ezt gondolom, akkor nyilván akkor ez szerintem ez jó, és szeretném, hogy ők is azért megszeretnék, utána mennének, mert most egy előadónál nem áll meg az élet, meg egy szóval előadónak az adott számánál nem áll meg, hanem utána tovább is lehet menni. Én szeretek igazából magyar zenéket játszani, és legyen az igazából bármilyen stílus, mert most teszem azt, hogy elmehetünk a trapbe is amúgy, és nem azt, hogy nem szóltam hozzá az előbb, de úgy nagyjából ki is veséztétek most, ha a trap buliba vagyunk, én nagyon szívesen például lejátszanám amúgy a, most jó, akkor mondom, hogy a grime embert, a jó, az kicsit grime-osabb, trappesebb, de a Tesó Crew-nak igazából azért vannak trappes megmozdulásai, ami szerintem igazából telibe vállalható egy, akár egy nívósabb trap bulin is. Én igazából így gondolom, hogy stílustól is függ, de mindenhova be lehet tűzdelni nagyon jó időzítésre, és akkor nagyot robbanhat az egész. Magyarral tűzdelve. Oké. Okay. Ghost? Bocsánat, hogy én ghost-tá váltam egy pillanatra, igen. Hogy mi volt a kérdés? A kérdés az, hogy játsszal-e magyar repzenét, és kell-e játszani magyar repzenét egy DJ-nek? Arra egyébként, hogy mikor és hol, de igen, igazándiból ugyanint vagyok el én is, hogy ezt tudni kell, hogy mikor és hol, mivel ugye én is inkább olyan szórakozó helyek, nem hogy már az előbb elmondtam, de hogy szóval, hogy fogalmazzam meg egy kicsit mégis értetőbben, hogy igen, hogy ez abszolút csak abban a pillanatban tudja eldönteni az ember, mert mi nem egy előre elkészített track listával dolgozunk. Az a leggázabb, mikor valaki úgy zenél, hogy egy előre összerakott tracklist, amit összerakott otthon, az a leggázabb, az ne nevezze magát DJ-nek. A DJ az egy szelektor, aki ott abban a pillanatban dönti el, találja ki, hogy arra a zenére mi illik, és éppen a hangulathoz. Szóval vannak olyan bulik, igen, ahol mondjuk beleférnek a magyar zenék, mint például az ilyen undergroundabb bulikba Magyarországon, akár ugye a Bluestock Fest, vagy mondanám azt, hogy a Hősök születésnap, RH bulik, nem tudom még mi van, Pesten a pesti műszakos bulik, itt beleférnek, ugye alapból magyar fellépők vannak. Várj, akkor hadd legyek gonosz. Elhívnak téged mondjuk az Akvárium klubba DJ-zni. Játszok magyar zenét, és akkor elmondom, hogy például BSV Gucci, vagy ami ebbe az újvonalas hangzásba van egy pár, ami beleillik. De nem sok van, azokat lejátszom, mert a közönségem, amit én évek alatt kiépítettem itt Budapesten, és velem együtt nőttek fel, és változtak meg kicsit, azok tudják, hogy lejönnek az én bulimra, azok mit fognak kapni zeneileg, és beleillik egy-egy ilyen szám. Mint például ugyanúgy akkor már AK-26-nak, a Bluff például, vagy ilyesmi, mert ez hangzásban abszolút illik az én estjeimhez. Szóval játszok, igen, de játszok undergroundot is, hogyha már ugye ezeket mondtam, pont ugye a BSV meg az AK, de játszok underground bulikban nagyon-nagyon ritkán, akkor ott előveszem azt a mappát, amivel több ezer évek óta összegyűjtött magyar zenéim vannak, mert aki esetleg nem tudná és nincs velem tisztában. Nagy katott karcsi rajongó vagy, így van? Így van, hogy azért nekem a magyar előadókból mondjuk megjelent 1000 darab album az elmúlt 20 évben, abból mondjuk 800 megvan. Szóval én
nagyon szeretem a magyar repzenét. Én a mai napig veszem, ha meg tudom venni, vagy beszerezni az albumokat. Szóval mondom, játszok, és attól függ, hogy melyik buliba, ha tudom, hogy egy undergroundabb közönségnek játszok, akkor igen, előveszem a Kezdet fiait, stb., mert oda illik. De amikor egy new school-osabb, trappelsebb közönségnek játszom, akkor oda van ez az egy-kettő olyan magyar zene, amik az elmúlt egy-két évben jöttek ki, ami ez a hangzáshoz illik. Oké. Csak két kommentet muszáj felolvasnom, az egyik az nickname-től jött, és ez talán O'Neill neked fogja simogatni az egódat. O'Neill volt a fiatal korom háttérzenéje. Igen, nicknémet nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen ismerem. Volt csapatuk is, meg minden, léptek fel, még Miskolcon, amikor én és a szárnyaimat bontogattam, tök ügyes MC, meg a haveri köre, és én tökre csípem őket, szóval én a mai napig nem szakadtam el, hiába mainstream DJ lettem, ha így tetszik, tehát, hogy táncolós R&B hip-hopot kezdtem el játszani sok év után, de igen, Miskolcon annó én az, akik még emlékeznek, mint a nickném régi időkről, akkor én kőkeményre játszottam az elején, mit tudom, 5-6-7 éven keresztül. Tehát, hogy én úgy kezdtem bele az egészbe, hogy muszáj. Nem volt igazi party Miskolcon. Tehát voltak nagyon UG bulik, amit a Gili csinált főleg, respekt neki innen is így sok idő után. Meg ugye volt a Peking, akit mondtam, de Peking inkább szelektor volt, és magának játszott, és nagyon finom, iszonyat jó zenéket játszott, de ott derült ki az, hogy a DJ-nek egy picikét a közönséget kell szórakoztatni. Tehát ez nekem is hamar lejött, hogy melyik irányvonalat akarom, stb. És amikor pedig megkaptam, tehát Miskolc annó az ország második legnagyobb városa volt, mielőtt sajnos rengetegen elköltöztek onnan is, elvándoroltak a gazdasági helyzet miatt. Lényeg az, hogy amikor én ott felnőttem, akkoriban az ország második legnagyobb városa volt, és én a középiskolás éveimet ott töltöttem, és nagyon-nagyon sok puli, hát 5-6 évet csak ott voltam rezidens, és amikor én feljöttem Pestre, én újra kezdtem mindent, én nulláról, önerőből, mindent, tehát 5-6 évet, lehúzó 7 évet 0 forintért, csak azért, mert a dolog szerelme miatt csinálod, és akkor utána, amikor meg Pesten elkezdtem, akkor a nulláról kezdtem, senki nem ismert, stb., csak egy-két kolléga, mint a Quickék, de igen, köszönöm minden is Puszi Andik némnek, meg minden Miskolcinak, aki még régről emlékszik az egyéb szettjeimre is, mert egyébként, ja és igen, és ott egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog leülepedett bennem. Még nem volt Facebook, még nem volt IVIV sem, stb., tehát 2000-es évek eleje, lehet, hogy már IVIV volt, de még lehet, hogy pont nem, és a hiphop.hu fórumon köveztek minket a buli kapcsán, hogy mindig csak az ismert zene megy, meg ilyen, meg csak az ezerszer lejátszott track megy. És egyszer rá egymásra néztünk a Gilivel, és azt mondtuk, hogy tudod mit? Egyetlen egy ismert dal nem lesz. Ha annyi zenénk van, hogy megőrülünk, azt játszunk, ami nekünk tetszik. Jó. És csak portorikói rap, francia rap, eldugott, mit tudom én, maláj, tücsök ciripelő, mit tudom én, old school, bengáli hip-hop, fogalmam, olyanokat játszunk, még mi se ismertük. Úgy tettük fel, hogy vajon mi lesz ez? Tehát, hogy tényleg ennyire elrejtett zenéket tettünk fel, de rohadt jókat, tehát mit tudom, Pete Rock remixeket, mondjuk, most mondok valamit, lehet, hogy nem a legjobb példa, de a DustFX-nek emlékszem a Real Hip Hopot, nem az eredeti verziójában adtuk le. Legyen benne egy rap sláger, de az se az eredeti, hanem a Pete Rock remix. Igen, Pete Rock remix. Ezt mondtam. Nem ezt mondtam? Ezt mondtam. De, csak örülök neki. Igen, és nagyon csíptem azt a remixet, de már nem annyira robbant fel a tömeg. És akkor nekem ez egy hatalmas felismerés volt az első 5-6 évem derekám valahol a közepén, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. Oké, okay. Egy másik kommentet muszáj felolvasni, és belépjük, okay. Folytanom a szót, mert már 9:30 és még két témánk van. Szóval Kossár Gábor ír egyet, és ezt ne is kommentáljuk szerintem, és csak azt írja, hogy szerintem még az is közbejátszik, hogy a külföldi számok szövegeire nem figyelnek oda, illetve nem értik, így ha az ütem jó, nekik tök mindegy, miről szól. Viszont egy magyar szám... Igaza van. Nem azt igaza a hatást... Oké, okay. Igaza van. Így van, lapozunk is, igaza van, 100%. Rendben, oké. Okay. Beszéljünk egy kicsit arról, ami egyébként a videó címe, hogy hová tűnt a scratch a zenékből. És itt a scratchet úgy is értem, hogy hová tűnt a most kijövő zenékből, legyen akár magyar, akár külföldi repzene, miért nincs benne scratch, a másik pedig az, hogy bulin miért nem hallok scratchet.
Én, hogyha lehet a buliról nyilatkoznék, és meghagynám másnak a zenét, vagy azt egy mondattal elintézném, egyszerűen a mostani hangzásba nem az élik bele, mint a boom-bap korszakba. A zenei részről ennyi a véleményem. A buliknál viszont nagyon, ott sokkal elkeserítőbb a válasz. Közöny. Egy elmész egy 2000 főt szórakoztatni, kiteszed a lelket, scratchelsz, forogsz rajta, ugrálsz, mint hogy Ára mondta, hogy háttal scratchelsz, mert mindent csinálsz. Nem ez a lényeg. Azt se látják, milyen DJ pultról zenész. Hogy éppen CD-ről, gramofonról, vagy nem tudom, makelitlemez játszóról zenész. Nem érdekli őket. És ez a fájdalmas felismerés már nekem kb. Egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt megjött, amikor könyörögtem, már nem tudom, melyik szórakozóhely tulajának, hogy makelitlemez játszón szeretnék játszani, én nem szeretek CD-játszón játszani. Hadd ne játszok már CD-játszón. Ugye kötöttem az ebet a karóhoz, a realség, meg a feeling, meg minden miatt. És mondták, hogy nem, az már nincsen. Aki profi DJ, az tudja, hogy egy CDJ-nek a CD-játszónak, mondom a laikusoknak, a CD-lemezjátszónak a tárcsája nem forog körbe. Tök más feeling, mint egy bakelit lemezhez, vagy egy vinilacetát lemezhez hozzányúlni. Onnantól kezdve, hogy nem is forog körbe, Q-pontot kell beállítani, digitálisan működik az egész, digitális hangzást fogsz megscratchelni, nem pedig analógot. Onnantól kezdve, hogy még a fader sem az átlag 800-as, 900-as, nem tudom, ilyen 600-as Pioneer keverőkön éppen melyik klubban mi volt, vagy mi van, vagy mi lesz. Nem lehet rendesen csak 2-3 vagy 5 scratch trükköt megcsinálni, az alapokat, itt tudom én, csörpszöket, meg ilyenek, de mondjuk már egy krebet, vagy egy tuplixert már nem tudsz rajta megcsinálni, mert nem arra való. És mivel az összes klubban ez van, ez a standard motyó, két pályó 2000-es mondjuk, Nexus set, egy 900-as keverő, most mondtam valamit, nem feltétlenül alkalmas rá. Az étrek ezzel is csodákat művelne, de egyikünk se étrek. Pont ezt akartam mondani. A másik, de egyikünk se étrek, ebbe egyezünk ki, mert ő egy csoda gyerek. A másik dolog pedig az, hogy odaállsz, kiteszed a lelked, megscratcheled, bármi, tudod, mire reagálnak? Arra, hogyha meghallják az Usher-ját, vagy a Black Eyed Peas-t, vagy a mit tudom én. Nem arra, hogy te hogy mixeled rá, nem arra, hogy hogyan scratchelsz, és ez a fájdalmas felismerés a mainstream buli kapcsán mondható el. Lehet, hogy még az underground vagy koncertes dolgoknál ez merőben másképp van, de hogyha te egy 500, 1000, 1200 fős rezidenciának akarsz az állandó DJ-jelenni hétről hétre, ebből akarsz megélni, és sok ember ez akarsz eljutni, és szórakoztatni akarsz, és nagy bulikat akarsz, ahol jó csajok is vannak, az a közeg egyszerűen megmosolyogja, hogy tök jó, hogy tudsz scratchelni, nem érdekli, hogy 10 évet szenvedtél vele. Nem érdekel, hogy milyen technikás vagy. Ez egy nagyon kiábrándító és elkeserítő dolog, mert azt kell lássam, hogy utánunk már nincsenek olyan arcok a alattunk lévő generációban, most Peppino persze van, de hogy nagyon-nagyon-nagyon elenyésző az, hogy valaki DJ-ként úgy álljon hozzá, hogy bizony azzal kezdje a turntablism pár alapját, makarit lemezjátszón kezdje el kitanulni, azt pedig átülteti vagy scratchben CD-játszókra, vagy laptopos, szerátos megoldásra, vagy marad a kerítnél, az tök mindegy. De ez az igény az emberekből, nem mindenkiből, tehát hál' Istennek azért van, aki szereti ezt, meg értékeli a technikát, de az elmúlt pár évben, amióta annyi információ jön veled szembe a Facebookon, az Instán, meg stb. De esküszöm, hiába scratchelnék ott nekem, mint egy vadállat, és füstöl alattam az a rossz fader ebbe, ahogy hívják, ez a rossz crossfader a Pio 800-asba, akkor is a telefonját fogja nyomogatni. Addig, amíg nem robban be a következő hatásvadás sláger, mert őt az érdekli. Így van. Ámen. Oké. Jött egy kérdés HP-től, tehát ilyen, nem is tudom, felolvasom, ez neked szól DJ Ari. Scratch kérdés. Fog-e DJ Ari scratchelni a holnapi, azaz szeptember 14-ei Székesfehérváron? Én már csak azt tenném hozzá, hogy az október 13-ai Bluestock Fest is előfordulhat-e ez a történet? Bizonyára. Hát a HP logó mögött a Hámori Péter úr, meg egyébként, ha úgy tetszik, a bluesbar aznak meg nekünk srácoknak a kis személyemet, ő intéz mindent, ami ezzel kapcsolatos. A válaszom az a kérdésére, hogy attól függ, hogy mennyi lesz az annyi a végén. Tehát, a Fader kurva drága, nem ez kurva drága, most vettem Q-Bert Concordokat, kurva drága. Úgyhogy majd a Petike megmondja, jó, hogy mennyi az annyi, és akkor majd megmondom a választ rá.
hülyeséget félretéve, én mindig, én úgy is állok föl, hogy bal oldalon a lemezjátszó, középen a keverő, és nekem a műsorok, meg az egész nagy rész az minden erre. Amikor én vagyok fókuszba, akkor történő kart, kábeleket rágok, amit szeretnének, minden, ami ez, ami egy DJ-nek igazából képviselnie kellene. Az új lemezeken, utána dolgozunk most a lemezén, több számba lesz scratch, a Tibának a, mondjátok már mi a címe, Érzem, hogy élek, BC, tehát Fett, és SMF, DJ Flex barátom karcol benne, tehát nálunk ez úgy gondolom, hogy még működik, és megy, és ez minden nap gyakorolni kell, 10 év, amit mondott, gyakorlatilag kevés, ez semmi a scratch életben. Akárki kérdezze meg, legnagyobb tiszteletem Sonicraftnak, Mágyos Magyar DMC bajnok, ő aztán tényleg ennek él, és ebbe vannak. A múltkor találkoztam velük, Vinyl Warriors, Karcsok Klub, stb. És hogy hát jó van, srácok, el kéne jönnöm hozzátok gyakorolni, mikor, ugye, az ember dolgozik, zenél, stb. Tehát ennek van létjogosultsága, elindultak ezek a kis portable cuccok, tehát ami ilyen hordozható, ez is most azért elég működik, úgy hallom, elég sokan csatlakoztak el. Egy kicsit talán jobb helyzetben van most ez a scratch, meg az egész lemezjátszós kultúra. Ettől függetlenül, amit én mondott, a nagy klubokban nincs is kiépítve hely lemezjátszónak. Ott az anyák lemezjátszó, azt néznek rád, mint ugye klubokban jöttem volna, hogy oké, hagyjuk inkább. Bocsát, erre egyetlen egy dolog. Emlékszel még a 2004-es DMC-re, ami a stúdióban, Events Hall-ban volt a De La Soul-lal? Igen. Emlékszem, mennyi volt ott a létszám? Nagyjából. 3000? Hát fullház, vagy valami ilyesmi. És most ugrunk egyet, és én 2015-ben, bocsánat, hogy egy kicsit most magam fényezem, de 2015-ben én voltam a Mr. Switch mellett meghívott fellépő beatbox show-t, loop show-t adtam elő. Aha. Tudod, mennyien voltak ott? Na. 80-an. Aztán... Ez a nagyon fájdalmas, mert én igaz, hogy már nem vagyok aktív scratch DJ, mint a QC, az Arnold, a Sonicraft, és sorolhatnám meg a tehetségeket, de ez nekem is nagyon fáj, hogy sajnos észre lehető a kultúránk változásában is. De azt ne felejtsd el, Dávid, hogy az a 3000 ember, aki ott volt, ott az rengeteg, a De La Soul-ra ment. Ott egy tök jó kapocs volt az, hogy ott a... Lehet, Zsolti. Lehet. Mert nem kell 2015-re menni, nem tudom, valakinek mond az valamit, hogy féldrököz. Igen, és volt az It's Right DJ Battle, ugye? Nem is tudom már, mi volt a szórakozó hely neve, egy föld alatt volt. Tűzraktér? Tűzraktér. Lehet, hogy ott volt, így van. 2000... Elment az áram, még emlékszem, elment az áram is. 2006-7 környékén volt egy ilyen verseny. Figyelj, ott sem voltak szerintem 100-150 embernél többen, és... De akkor a Sprite még nagyon nyomta a dolgot. A na, látod? Na, ugye? Ott van, látod? Ott van, első helyezett. Erről beszéltem. Yeah. Én ott voltam az első sorban, ajkáról vonatoztam fel, tök egyedül. Én messze voltam, mert nem akartam a Zsoltival lúgni, én hátsó sorban néztem. Azt megértem. Így van. Én az első sorban tátott szájjal néztem mindenkit, hogy anyád, jó, ki az a három csávó? Félrök, ez micsoda? Várjál, kik ők? Tényleg így álltam. Ott nagyon király volt meg, tényleg voltak nagyon fiatal. Ki volt még abban? A Fags meg a 50? Még? Így van. Jó van. Képbe vagyok én szóval is. Én mondom, az igen. Ezt meg akartam így zárójelbe jegyezni, hogy azért az árra az... Azért, ha nem vágná valaki, hogy honnan jön, és milyen múlt. Oké. Akkor Ari, elmondtad a mondókádat, vagy még szeretné hozzászólni a scratch-elős témához? Én nem tudok annyit beszélni, mint az Onil. De legalább jó scratch-elsz. Igen. Oké. Ghost, akkor tiéd a pálya scratch téren. Mondjuk Lumen Prolával mostanában elég sokat dolgozol együtt. Esetleg ott el tudsz képzelni egy kis scratch-betétet? Mondjuk. Hát, igazándiból az a zenei stílus, az teljesen más, és nem illik rá arra például. Én úgy gondolom, Bocs, ez pont írja egyébként itt Vári Miki, tehát Miklós, nem Mikolett. Ja, oké.
Bocs, Miki! Ja igen, már egy órával ezelőtt lenikiszter. Hát a Dávid most szól, hogy amúgy azt, tehát egy kicsit fázis kis is benne vagy, Dávid. Ne, de hát olyan lelkesen mondtad, hogy végre egy nőnek válaszol, azt mondom, mindegy. Szóval lényeg, hogy azt írja, hogy például Luke Benznek a No School című nótájában is van, és az is ilyen treppes cucc egyébként. Na igen, illik azért, vannak olyanok, de nem mindegyikre. Ez is egyszerűen előadótól függ. Most mondok valamit, hogy például fél évvel ezelőtt megjelent egy Hősök száma, Kilépő, ami egy tök bulizol zene. Én nem hiszem, amikor először meghallottam, mentünk fellépni az EQ-ékkel, nem tudom, hogy hova, és akkor mutatták a számot, meghallottam, és egyből mondtam, hogy srácok, ennek a végére, arra a részre én szeretnék mindenképpen egy scratchet, mert illik rá, és már azon nyomba az agyamba volt a szöveg is, hogy milyen akapellát scratchelnék rá, és akkor az EQ-ék mondták, hogy jó, oké, és akkor végül le lett szavazva, mert hogy azt mondta az EQ, hogy a Joker szerint nem illett volna rá. Miközben meg szerintem nagyon is illett volna arra a számra egy tök jó, a végén egy ilyen 20 másodperces zene, vagy arra a részre. Például pont amikor megjelent az a szám, akkor találkoztam a Garrisonnal, valami közös buliba is mondta, hogy fú, akár nagyon-nagyon jó az a szám, de egy baj van vele, amit az ő fülei zavart, hogy hiányzik onnan egy scratch. Nyilván lehet, hogy mivel én nem vagyok annyira profi, mint az Arre, és még jó páran a scratchben, én annó, mikor elkezdtem zenélni 15 évvel ezelőtt, a minimális alap dolgokat megtanulgattam, de én inkább a party DJ-zés felé hajlottam el. Igazándiból van egy pár Hősök szám, amiben van scratchem, de ez amúgy tényleg megváltozott az egész magyar zenei világban. Nem annyira valamiért kíváncsiak már rá, vagy maga az előadók nem érzik azt, hogy az úgy kellene, illik bele. Miközben tényleg sok olyan zene van, amit én is hallgatok magyar zenét, és ide illene egy csak egy pici kell. Nem kell sok, csak egy pici akár, hogy egy kicsit színesítse azt a zenét. De a visszakanyarodó a Lemon Prolás zenére elképzelhető. Lehet, hogy a jövőben valamit majd ezzel is támogatva őt, mert én nagyon csípem őt, és amiben tudok, neki segítek. Lehet, hogy lesz ilyen. Kis Pepino, hozzád mondjuk érkeznek be ilyen kérések, hogy csá, figyelj már, beleszkercsesz a zeném végébe, és akkor mondod, hogy hát ennyi meg ennyi, és akkor mondják, hogy műcsolda, te pénzt kérsz ezért? Hát haver, hát a Józsiék se kértek pénzt, hogy szerepeljenek a trackbe. Nem, ez nem így van. Ez pont, hogy ez a része nem a pénzről szól szerintem, mert persze vannak megkeresések, és vannak felkérések igazából, de én az elejétől leszoktam már igazából tisztázni, hogy figyelj, küldd el az alapot, mondd el, hogy mi rá igazából az ötleted, én is meghallgatom, és ha tetszik, akkor utána tovább tudunk haladni, de ha alapból nem tetszik az alap, akkor érted, én hogy adjam hozzá, úgymond az én ötletemet. Igen. Ott igazából akkor meghalt. Volt, akik felkértek, persze sikerült is megállapodni most, hogy mondjam, az tényleg nyuansz, és így elhanyagolható dolog igazából szerintem, mert a tisztelet igazából az annál több nem kell most scratchet. Hallottam már azt, hogy valaki mennyire vállal, ez annyira vállalja, engem ez pont nem érdekel, de vannak ilyen felkeresések, és hát buli, ez is igazából mindenki elmondta már az előttem szólók, hogy tényleg mindene válogatja igazából. Buli, ember, fellépő, zene, de majdnem mindenhol elfér igazából a scratch, csak hát igen, tény, hogy akarják-e, nem akarják, de tényleg amúgy attól függően a közönséget nem nagyon mozgatja már meg, kivéve nyilván, hogy olyan buliról van szó, de amúgy nem. És tényleg az is, hogy miről játszol. Ha buli csinálsz, akkor nyert ügyed van. És visszakanyarodok, bocsánat, hogy beszólok, hogy a pont ennél Hősök sztorin, hogy ezt nem remélem az epi nézi, nem veszi magára, vagy valami. Ez a Joker úgy döntött, hogy ő szerintem nem illik rá. Én elfogadtam, kész, nem fogunk ezen összeveszni, mert meg senkivel sem. Csak ezt nem akartam zárójelbe. Ezért mindjárt kapom az SMS-t, hogy oké, és Gólt, köszönjük szépen. Szevasz, Gólt, szevasz, pip, pip, pip. Igen.
Jó, srácok, mi a helyzet a többi zenei stílussal? Elférne-e egyébként mondjuk partikba a scratch betétek, vagy ilyen scratches részek? Én például hallottam élőben olyan drum and bass buliba olyan scratchet, hogy szerintem minden hip-hop DJ megirigyelte volna, és ezt mondom, hogy egy drum and bass partinak a közepén volt. Olyan scratch show, egy ilyen másfél perces scratch show, ami tényleg ilyen DMC-t idézne esetleg az én fülembe, vagy idézett az én szememnek és fülemnek, hogy ott el tudnátok-e képzelni ilyesmit, tehát más zenékben. Ahogy már említettük, ott van az étrek például, ugye, aki a house zenében csúcsosodott ki, de közben ugyanúgy amúgy hip-hophoz kötődik még meg minden, de őt tényleg érdemes megnézni, hogy amit művel, fesztiválokon, több tízezer ember előtt, hogy olyan sót nyom le a csávó, hogy oké. Okay. És igen, én is hallottam amúgy már drum and bass zenére scratchelni, és így állt, hogy anyád, ez nagyon durva, és tényleg nagyon jól hangzik zenére. Szerintem a scratch az egy, vegyük úgy a turntable-isztet, mint egy zenészt, mint egy hangszeres session zenészt. Most nem tudom, nagyjából ez jutott eszembe. A legtöbb ütemes zenébe, amit képes lekövetni. Tehát egy goára azért elég nehéz lenne valószínűleg. Ki tudja, lehet, hogy figyelj, szerintem van olyan vadállat ember, aki arra is úgy scratchelne, hogy... Van olyan vadember. Lehet, hogy van olyan, de azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag a scratch az egy annyira univerzális dolog, mint a beatbox is, hogy szerintem túlnőtt azon, hogy csak a hip-hopból ered, ugye, és a 4 plusz 1 elem, mert a beatbox az 5. elem, amit általában nem, sokan nem szoktak tudni, de lényeg az, hogy ezek már szerintem rég túlnőttek, hát a popzenében is rengeteg helyen hallhattál régebben scratchet, hát mondjuk DJ Premier Christina Aguilera-ban csinált régen lemezt, ha emlékeztek rá, tehát abban is volt scratch. Tehát annyi mindenben van, vagy a DJ Craze, a háromszoros DMC bajnok zsinórba, ő se csak hip-hopra scratchelt, vagy amikor a Netik, meg a Rafik, meg mit tudom, az összes ilyen DMC bajnok, azok már rég elengedték azt akkor, hogy csak a boom-bap-es hip-hop alapokra nyomják. De nagyon sok DJ, ugye a QC-ék is funk alapokra szeretik húzni, karcolni a dolgokat. Szóval én szerintem ez, amikor felfedeztem magának a 80-as években, ugye a 80-as évek elején fedezték fel a scratchet. Nem akarok baromságot mondani, csak úgy nagyjából tudom belülni. De hogy lényeg az, hogy onnantól kezdve ez kinyílt a világ felé, és most itt vagyunk kb. 30 évvel később, és szerintem már nem kérdőjel az, hogy akármilyen stílusba bele lehet csempészni okosan, ügyesen. Tehát van mondjuk például, most mondok megint valamit, egy példát, Parov Stellar, akiket én tökre szeretek, meg a Caravan Palace, ezek ilyen elektroswing csapatok, vagy előadók, és iszonyat élőben, hogy milyen show-t csinálnak, és lényeg az, hogy ott is fel lehető a scratch, pedig elektroswing, tehát hogy a hip-hophoz valami kevés köze van, mégis néha baromira jól tud csengeni ahhoz a hangzáshoz. Tehát én azt gondolom, hogyha megvan a jó hangzás, és beleillik a scratch, akkor lényegében mindegy, hogy az nem boom-bap hip-hop. Igen, például mondjuk még valaki C2C, érted, azok... A Happy című dal, scratchből van összerakva. Igen. Hát azok mit művelnek? Hát az Jézus Atya Úristen, de tényleg. Beírom, hogyha esetleg valaki be akarná nézni, hogy... Akartam mondani. Azok. De most figyelsz, de nem viccel. Ne, hát most nem is viccel is mondtam. C2C, ennyi. Okay. Azon belül pedig DJ Dasil, aki a nagy kedvencem onnan, producer is DJ, ha valaki néző műsort, nagyon nagy arc. A scratch annyi a probléma vele, hogy ugye megint szintén nagyon kicsi ország vagyunk, nagyon kevesen csinálják. Itt van például a Bee Junkies csapata, akik Institution of Sound néven iskolát hoztak létre ennek, ahol kicsi, negro, fekete, fehér gyerekek egymástól, szintől függetlenül azt tanulják, hogy olyan kell baby scratchelni, rohadtul menő, és olyan DJ-kkel találkozhatsz, akik a hip-hop alapjai, Hubert, Yoga Frog, nem tudom, kit mondjak még, nem is jött hirtelen szembe több, de tényleg nagyon nagy arcokkal lehet találkozni, ott ennek sokkal nőbb egyébként. DJ Babu például, vele lehet találkozni, aki megírja kommentbe, hogy DJ Babu melyik Los Angeles-i rapbandának a DJ, az kap egy... Iratom! Aki megint a kommentbe, az kap egy sört a következő bulin. Egyébként, bocsánat, egy szeptember 14-én, ez most történt velem, ez elmúlt pár hétben, és ez Ghost vágja is, mert ő neki telefonon mondtam.
megkeresett engem egy francia srác ajánlása alapján Qbert unokatestvére. Nem tudtam, hogy Qbert unokatestvére. Svédországban élő, eredetileg New Yorki, de hogy még bonyolítsak rajta, félig ferdeszemű, tehát hogy keverék srác, és lényeg az nagyon multikulti a csávó, jött New Yorkból, eljött kis vágott szeműként, hát ugye Qbert is filipino, azt hiszem, szóval igen. Neki is valami olyan származása van, gondolom félig filipino. Ő legalábbis ezt mondja, szerintem. Igen. Kanna, tőlünk kívüli. DJ Kanna! Igen, na igen, szóval egy szó mint száz, csak annyit akarok a magyar sketch helyzetről, és nem úgy, hogy tehát én nem vagyok szerves része. Bár ettől függetlenül ma beszéltem a Q-val meg a Dugóval is, akik azért elég nagy helytartói ennek idehaza az amikát mellett. És lényeg az, hogy akkor, amikor megkeresett engem ez a csávó, ez a DJ srác, volt egy francia srác, aki éveken keresztül itt lakott Magyarországon, tanult, és az én buliaimra járt. És megkérdezték, hogy kinek a partijára megyek el Magyarországon, Budapesten járok, és mondták, hogy a DJ O'Neill Baseline neki megy el a partijára. És rám írt a srác, elkezdtünk már telefonszámcsere, stb. És én aznap felbuzdulva végighívtam, végigírtam, kb. A közelebbi ismerősi körömből, akivel úgy nagyjából tartom a kontaktot szegről végről, 15 Scratch DJ-nek. És mi lett az eredmény szerintetek? Na? Mindenkinek volt dolga. Senki nem ért rá. Utólag tudtam meg, hogy a Qbert unokatestvére, amikor kinyögte a csávó. De hogy közönybe fulladt a dolog. Imádkoztam mindenkinek, hogy csak most, ja, most nincs időm rá, most ezért nem, most azért nem. Mert az volt az üzenete az egésznek, hogy gyerekek, jött egy külföldi profi DJ, aki Svédországban klubokat visz a hátán, és Amerikából érkezett egyébként, de esküszöm nektek, hogyha hozzátettem volna, amit nem tudtam akkor még, hogy Qbertnek az unokatestvére, ha lehet, hogy más lett volna a gyerekfekvése, csak ez a közöny egy picikét magyar. Igen. Nem, azért ezt nem akarom ráhúzni mindenkire, mert tisztelt a kivételnek volt olyan ember, akinek tényleg volt dolga, és stb. De én abban a másfél napban mindenemet lemondtam. Tehát, hogy micsoda, itt egy csávó, aki külföldi, rám kíváncsi, a mi kultúránkra körbe kell vinni, legyen már jó véleménye. Persze. Ne azt lássam már, hogy a Balkánon senki nem foglalkozik ezzel. És sajnos ez lett az eredmény, hogy lett volna egy jam. Lett volna egy gemelés, ahol a Sonicraft is ott lett volna meg minden, de aznap már pont nem tartózkodtak Magyarországon a csapatával, visszaléptek. És egy kicsikét fájdalmas, hogy oké, hogy hirtelen kellett volna megoldani, meg kb. Előző éjszaka szóltak, vagy aznap reggel, hogy még egy napot itt vagyunk, nehéz egy ilyet megoldani. De azért én örültem volna, hogyha kifelé tudjuk magunkat úgy promózni, mint magyar hip-hop DJ-k, és egyértelműen nem én akartam volna előtte bizonygatni, hogy de jó vagyok, amikor én csak alaptrükköket használok már, hanem végighívtam, végigírtam azoknak, akik felé nagyon megvan a respektem ezer éve, vagy persze csomóan kimaradtak a listáról, tehát nekem sem jutott a szemben mindenki, de ettől függetlenül egy kicsit elkeserített. Akkor ha már valami elkeserített, akkor meg, hogy mondtuk, hogy itt iskolák, meg fiatalok, meg minden, van a világban, szerintem sokan nem tudnak róluk, két kislány testvér pár, akik kb. 7-8 évesek, ha jól emlékszem, az Amira meg a Kyla. Igen. Az, Jézus Úristen, egy két olyan cuki kislányról beszélünk, be is írom a nevüket, és azt tényleg... De várjál, vigyázzál, hogy fogalmazom, mert kislányokról beszélsz. Oké, úgy scratchelnek, és olyan sót nyomnak le, tényleg ilyen 6-7-8 évesek kb., hogy le a kalappal előttük, mert nagyon-nagyon durva, és két kislányról beszélünk. Amikor először megláttam őket így a neten, és így nézem, mondom, Jézus Úristen, ezeknek ki az apjuk? Amúgy járni, ki az apjuk? Te nem vágod, mert szóval onnan tanítja. Én vagyok. Ő az. Oké, jó, egy nagy témaváltás jön, de mondom közben a csetelőknek, hogy a végén lesz egy ilyen nagyon rövid kérdezfelelek. A kérdéseket most írjátok be, és akkor ami olyan, és Franco, azt beolvassuk, ami meg nem az, az nyilván nem. De akkor most az utolsó témánk a következő, hogy miért nem készülnek
mixtépek magyar DJ-k által. Hová lettek ezek, amiknek egyébként korábban elég nagy hagyományai voltak? Jó Ghostnak jelent meg most, meg tudom, hogy dolgozik is valamin, ha már ilyen nagy marketingben vagyunk, de akkor is, tehát hogy ezek hova tűntek ezek a fontos mixtépek? Kezdjük veled a Ghost. Igen. A nevüket a két kislánynak, és arra keresnek rá az emberek. Nekem jelent meg egy mixtépem, most pontosan nem emlékszem, hogy mikor 3-4 éve, ami óriásit robbant akkor, és nagyon-nagyon sokan meghallgatták, azt Mixcloud-on találják meg, mindjárt beírom, hogy hol, majd az egy nagyon, arra nagyon büszke vagyok arra a mixemre, tiszteletemet kifejeztem, kb. Nekem az arról szólt, hogy az olyan emberek előtt fejeztem, nyilván nem fér bele mindenki abba, de az belenyúlok ott a régi zenékbe is, a ilyen, nem tudom, visszamegyek 2000-es évek elejére is szerintem, és arra büszke vagyok, most már elkezdtem dolgozni egy, vagy összeválogatni, meg így agyalgatni a tematikáján egy új mixnek, egy magyar mix 2, tök egyszerű az egész, ami viszont zeneileg el fog térni az elsőtől, és azon viszont előre mondom, hogy ez a new school-os, trappes zenék lesznek. Igazándiból nekem ennyi, hogy nekem van egy magyar mixem. Rendben, oké, de te most nem tegnap kezdted ezt az egész DJ szakmát, és tehát, hogy azért nem arról van szó, hogy évente dobálod ki te is a mixtépeket. Nem. Most ugye holnap fog megjelenni egy, de az ugye nem magyar. Ennyi igazándiból. Amikor tudok, csinálok mixet, ahogy az időm engedi, és érzem magamban azt, hogy na most itt az ideje, akkor próbálok csinálni egyet. Arra, te egy pár éve a kezembe nyomtál egy mixtépet, amit te készítettél. Hát rendkívül sok zenét pakolgattál össze-vissza, készítesz-e bármi újat, és egyáltalán van-e terve, és van-e értelme csinálni ilyeneket? Értelme mindig van, tehát bármit azok elé az emberek elé tenni, akik szeretik ezt a kultúrát, úgy gondolom, hogy mindig van. 2008-ban volt egy Barbár Fűérek nyershús mixtape, amin dolgoztam, aztán 2014-ben vagy 2005-ben a Beats Beats mixtape, az első mixtape, az a mix, amit tőlem kaptál, az hát 2-3 év lett, az egy ilyen, na az vagyok abszolút én, tehát az reggivel kezdődik, és breakbeat-tel végződik egy órán belül. Az a SoundCloud-on ingyenes, mindegy, az egy elég komoly tudsz, azon 2 évig dolgoztam azon a mixtape-en. Wow. Ez olyan gyűjtő munka, teljesen kizárólag csak bakelit. Mindegy, most éppen nem dolgozok semmi ilyesmi, mert produceri dolgok vannak, meg a stúdió, csináljuk a Sziszkának a lemezét, ez még el is fog tartani egy darabig, nem tervezek, saját lemez tervezek, nem mixtépet már, azon dolgozok. Oké. Pepino, kis Pepino? Én igazából idáig kiadtam 3 mixtépet, most nekem is van igazából egy nagyobb űr, így ilyen 3 év talán, vagy 4 év, de van már kint 3 mixtépem, az egyik, hát nem, 2 abból ilyen kedvencek, az első ilyen Fater és én közös megállapodáson alapján én összekreált mixtép, a harmadik igazából meg egy ilyen francia, magyar és amerikai koprodukcióból született, abból is van benne egy grime vonal is igazából, francia tényleg az underground lesz is, magyar underground kultúra is tiszteleti teszi benne, szóval nekem van. Ötleteim nagyon sok vannak, de ugyanaz, hogy tényleg az, hogy legalább 3-4 projektet is tudnék így hirtelen felsorolni, teljesen más stílusban igazából, mert tényleg itt van a trap, ami nagyon amúgy ki lehet jól aknázni szerintem, legyen a magyar ugyanúgy, legyen a klasszikból a new schoolba, szóval mindenhez lehet hozzányúlni, de most lehet, hogy elnyúlom egy kicsit a táncos világba igazából, mert még nem is esett szó igazából azért DJ-nek, azért úgy értem akkor táncos, hogy látom O'Neill így felcsillant a szemet, hogy legyen az break, hopping, locking, house, ugyanúgy ott is van a new style, meg alapból a hip-hop style is igazából. Most ezen agyalok, dolgozom, és hát remélem amúgy, most már tényleg időm is engedi, úgyhogy több időt fordítsak rá, és hát akkor majd megleplek titeket azért egy-két ösztönettel. Legyen így. Oké, O'Neill? Így van.
Hát nekem érdekes a helyzetem, mert amikor én elkezdtem volna mixeket készíteni aktívabban, akkor én bekerültem a Roxy Rádióba. És én csináltam, de egyiket sem nevezném úgy konkrét mixtape-nek, mert én hétről hétre live mixeket vettem fel, és azokat küldtem be. Ugye nem a helyszínen kellett mixelnem a rádióban, hanem vasárnap esténként volt, hát vasárnap este az ember általában egy húzós hétvége után, amikor sokat dolgozott otthon pihen, meg ott alapból az volt a verzió, hogy minden hétre friss mixel kellett egy órással készülnöm. Amikor akkori társam, a Revolution, akivel pár évet lehúztam, és még ő is hasonló zenéket játszott akkoriban, akkor lényeg az, hogy volt olyan, hogy a másik órát is nekem kellett megoldanom, mert éppen nem ért rá, külföldre utazott akármi. Hát nekem voltak olyanok, hogy heti rendszerességgel két és fél éven keresztül volt olyan, hogy két órányi mixet is össze kellett állítanom, és most itt amerikai viszonylatban egy kicsit máshogy értelmezik a mixtépet, meg ugye a freestyle, meg egy csomó mindent, fogalmat másképp élnek meg, mint mi magyarok itt a Balkánon. És lényeg az, hogy alapvetően én abban az időszakban, tehát megcsináltam, fogalmam nincs, hát 52 hét, vagy 52 vasárnap van elméletileg egy évben, de most azt, hogyha két és fél éven keresztül, akkor mondjuk van, vagy most mondok valamit, bár egy-két ismétlés, amikor elmentünk nyaralni, meg ilyenek, akkor nem csináltuk újat, akkor az ment le, akkor mondjuk volt 110-120 ilyen jellegű, amit én készítettem. Voltak populárisabbak, volt olyan, hogy full regi, volt olyan, csak New York hip-hop, volt olyan, hogy francia rap, tehát hogy én ott nekem nem szóltak bele annó a Roxy Rádióban, amíg létezett a rádió, rest in peace, nem szóltak bele, hogy milyen zenét játszok, azt mondták, hogy önmagam kell, hogy legyek. És egy nagy kereskedelmi budapesti rádióban dolgozhattam. Nekem az alapvetően, igen? Az ritka. Az nagyon ritka, igen, nagyon jó emberekkel tudtam együtt dolgozni, akik nem az én stílusomban mozogtak, de nagyon-nagyon jó szakmai, alázatú emberekkel találkoztam, össze, mint például a White Boy, aki utána a Class FM-nél és hasonló helyeken dolgozott, talán még a mai napig a Class FM-nél van, de ő minden rádiót bejárt, és nekem nagyon jó barátom lehet többek között ő is. És lényeg az, hogy amikor felkértek erre, akkor nekem heti rendszerességgel egyfolytában kellett a mixeket készítenem. Tehát ha így tetszik, akkor nekem készült 110-120 mixtépem. Közben meg, ja és ezt a 95%-át én otthon bakelitről nyestem. Volt egy olyan helyzet, amikor mondták, hogy tudod mit? Ne szarakodj vele annyit. Itt van ez a szoftver, vágd össze. Hát hallod, az első 20 percben feladtam. Annyira nem én vagyok, meg annyira nem. Mindig bementem a kis stúdiószobámba, kiválogattam a lemezeket, és nagyon ügyeltem arra, hogy attól, hogy voltak benne slágerek, csomó olyan zenét próbáltam, mondok egy nagyon jó példát, a Warrior című dal Rascals-tól, és Notch nevű regis csávótól, a Suduli Daduli volt, tudjátok, neki ez volt az ismérve, tehát ez a trademarkja, és Mr. Suduli Daduli... A Flintstones-ból, nem? Igen, akár onnan is. A lényeg az, Mr. Suduli Daduli, Shubidubi kitalálta, hogy megcsinálja a Rascals-al lesz a tök jó dalt, ami még klubba is leadható volt, tök jó volt a refrénje, tök jó húzása volt, zongora akkordok mentek, tehát tök funky volt a zene, tök fasza volt, és elkezdtem játszani, és addig tettem bele a mixeimbe akár hetente, két hetente, csak az elejére, a közepére, a végére, hogy a végén a szerdai kívánságműsorban, ahol utána az Izivel élőbe vezettünk műsort 4 órán keresztül, és akkor premierpán mindenki minket hallgatott napközben, mert akkor nagy rádió volt a Roxy, akkor betelefonáltak, és kérték a Warrior-t. Gondolj bele, egy ilyen helyzetben most bárhol Magyarországon, vagy külföldön is, hogy fogsz egy relatíve underground dalt, ami azért dallamos. Mert mondjuk a Loop Troop-nak, vagy Evidence-nek, vagy Dilated-nek, vagy akárkinek voltak dallamos, de underground dalai, fogsz egy ilyet, és megpróbálod a tűzön vizen átadni az embereknek, hogy de ez jó zene, hallgass, nem ismered, de ha ez kell hozzá, én 40-szer fogom leadni neked a rádióban. Na most ez volt a titka annak, hogy ott lehetett ilyen dalt befuttatni. De azt utána, amikor én eljöttem a rádióban, mert ugye a rádió megszűnt, tehát nem azért jöttem el, mert bármi történt volna, megszűnt a rádió, a sávokat pár évre írják ki, ugye. Onnantól kezdve én nekem 2 vagy 3 mixem jelent meg. Én azt gondoltam, hogy majd országos rádióhoz igazolok onnan, aztán ez nem történt meg, és egy kicsikét kimaradt az elmúlt pár évemből a rádiózás, de amit halljátok, a Dumával nincsen problémám. Lényeg az, hogy én nagyon szívesen a mai napig csináltam volna ezt. Voltak is szegről végről megkeresések, de a rádiós mix, meg a mixtape nem feltétlenül ugyanazt akarja. Nekem van
a külső vinyomban több tucatjában még a mai napig ilyen. Kettő mixtape jött ki azóta nekem, az egyik az nagyon populáris lett, a másik kevésbé lett populáris, ott Cardinal Official, mit tudom én, Method Man, meg ilyeneket tettem bele, scratcheltem, Bakelitre játszottam fel az összeset. És igazából nekem ezért mondtam, hogy inkább belemettem jobban a sztoriban, mert nem vagyok mixtape DJ, nem sok mixtape-et csináltam, de ha úgy nézzük, akkor meg rohadék sokat csináltam. Oké, okay. DJ Ari? Ugye, az is munka volt. Annyit akartam csak ezt hozzáfűzni az olyannak a modellvenéjához, aki nézi a műsort, és egy valakit szeretne kiválasztani, hogy mi az, amit meghallgat, akkor az a Loop Troop legyen ebből az egész marha nagy szorványból, mert ők nagyon nagy királyok. Promo! Promo! Az egy akkora... Fú de fasza! Fú de... Nézzétek meg! Igen. Jó, köszönöm! Akkor az én kedvenc zenémet is hallgassátok meg tőle, a Who Won It. A Who Won It, az nagyon nagy kedvencem volt a Loop Troop-tól. Jó, na akkor menjünk bele a kérdésekbe. Szerintem ez a kérdés még akkor jött, hogy mindennek megvan a helye és ideje, hogy mikor mit kell játszani. Clash Gary kérdezi a következőt. Milyen zene illik a magyar-görög foci meccshez? Kacik is, mit tudom én? We are the champions. Várjál, volt most, én nem vagyok ilyen foci őrült, meg ilyenek, de tavaly, vagy tavaly előtt volt valami magyar régi zene, amit elkezdtek üvölteni, nem? Az mi volt? Az éjjel. Az, az mondjuk legyen az. Az Marjás, oly nekünk valami szépen. Én is puszíjuk Náksit. Így van. Így van. Oké, okay, aztán Vári Miklós kérde, Miklós, tehát Vári Miklós. Oké, oké. Onél szerint tehát szimplán azért van az, hogy a house bulikon hajnalig tele a táncparkett, a rap bulikon viszont a felép után kiürül, mert nálunk a hip-hop nem trendy, a house viszont az. Nagyon összetett a kérdés és a válasz is. Ajaj. Próbálom nem elhúzni órákra. Mostoha gyerek a hip-hop R&B. Egy picit úgy éreztem mindig is. De ettől függetlenül ez a szívem csücske, nem tudtam house DJ lenni, hogy reggel 5-ig engem sztároljanak ott a klubokban. Nem ürül ki egy hip-hop R&B. Sőt, nagyon sokszor szórakozó helyeken a nagy termet vertük meg, én is, kollégáim is, úgyhogy tovább ott maradtak az emberek. Mert egyszerűen vokálisabb műfaj, amit mi játszunk, ezért a csajok nagyon szeretik énekelni. Szavaz, Jojo, most látom a kis Jordant, kis cuki pingós. Igen, nagyon nagy kutya. Szóval lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy most, ahogy gyerek, a house-hoz képest, az elektronikus műfajokhoz képest, igen, én azt gondoltam, amikor a Facebookon a legismertebb, legkedveltebb, legkövetettebb előadó az Eminem, meg a Rihanna volt egy időszakban, talán még most is ők, de hogy két fekete zenei, vagy is mondjam, hip-hop, R&B közelei előadó a legkeresettebb világszinten, akkor azt gondoltam, hogy ez meg fog fordulni, és majd az elektronikus zene nálunk is egy kicsikét alá fog hagyni, mert már 20-30-40 éve csak arról van szó, és azt gondoltam, hogy majd jönnek új csapatok, mint a Destiny's Child, majd jönnek új rappelőadók, mint a 50 vagy a Game, vagy nem tudom, akik populáris szinten nagyot tudnak robbantani. De most vannak ugye a New School-ban más jellegűek, csak ha megnézed, tempóban a house zene az, a 120-128 közötti, azt hiszem, hogy ez a BPM skála, ahol ők legtöbbször szoktak, nem is house elektronikus zenének nevezük inkább szerintem, mert annyi válfaja van ennek is, aztán hülyének néznek engem is, hogy csak a house-t emlegetem. Tehát az elektronikus zenék azok 120-128 között dübörődnek legtöbbször, lehet, hogy 130-ig felmennek, az áll a legközelebb elméletileg a mi szívverésünkhöz. Így van. És ezért az a legkönnyebben emészthető. És onnantól kezdve, hogy az a legkönnyebben emészthetőbb, plusz nehéz, tehát amíg egy outcast-et, amit a Ghost is emlegetett, összevisszatört ütemek vannak benne, vagy lágyabb az ütem benne, és nem tudsz annyira figyelni rá, kevésbé tudsz táncolni, viszont szög, egyenes, az a másik műfaj, vagy azok a másik műfajok, az elektronikusak. És a szívverésedre megy, és nagyon kevés akkorddal dolgoznak, és ennek megfelelően, ezt nagyon pszichológiailag le lehet tök könnyen vetíteni, de nem akarok Dr. Csánus lenni, csak egy a lényeg, hogy az emberek, akiknek nem alakult ki olyan mély szinten elköteleződése, vagy elképzelése arról, hogy ő melyik stílusba találta meg igazából önmagát, és egy kicsit mindenki,
mindenevű, talán ezt fogyasztja, javítsatok ki, akár kommentbe, akár ti itt, hogy ezt érzi talán a legkönnyebben fogyaszthatóbban a komercionális zenék közül, és ezt a BPM világot, ezt az ütem világot, meg ezt a hangzást, meg egy kicsikét tudod, az emberek olyanok birkák, hogyha azt mondod, hogy fú, ez a víz most a nagyon király, és te befolyásos ember vagy, akkor honlaptól egy csomó birka megy utánad, és azt a vizet fogja inni. Pedig háromféle víz van itt mellettem. Tehát na, lényeg az, hogy azt gondolom, hogy ezek a kérdés alapvetően helytálló, tehát hogy van létjogosultsága, viszont azt gondolom, attól, hogy mostoha gyerek a hip-hop R&B, és sose lesz akkora sajnos elektronikus zenéhez mérten itthon, nem fogja sose elérni sajnos az első helyezést. Ettől függetlenül kettőkor, hogyha egy profi DJ van ott, és a jó közönséggel találkozik, az óriási bulikat csinálhat néha, nagyobbat, mint egy house DJ, vagy egy house közönség, mert feelingbe mi olyan energiákkal játszunk, ahogy a beszélgetés elején elmondtam, hogy 70-80 BPM-et járunk be. Egyetlen egy dolgot még hagyjegyezzek meg itt, mert ezt kevesen tudják rólam. Nekem 13-4 éves koromban, amikor elváltak a szüleim, kiköltözött New Yorkba apám. Én gyakorlatilag egy döntésem múlt, vagy hát nem csak egy döntésem, sok mindenem múlt, de az én döntésem is volt, hogy itthon maradtam. Én kiköltözhettem volna Queens Beachbe, ahonnan Nas, LL Cool J és Onyx és stb. Jöttek. Én ott nőhettem volna fel, a mai napig ott élhetnék, és ott kerülhettem volna a hip-hop DJ-zéssel kapcsolatba. Nem ezt tettem. Maradtam itt ezen a helyen, ahol a hazám van, és ezt szeretem. És annak ellenére, hogy ott lehet, hogy a paradicsomba kötöttem volna ki 14 évesen, lehet, hogy nem tudni. De annak ellenére inkább ezt a mostoha gyereket dédelgetem itthon már 18-9-20 éve, mert ezt szerelem. És az itthoni embereknek, hogyha ha senki nem vállalja fel soha azt, hogy igen, kötöm az ebet a karóhoz, és real maradok, és hip-hop R&B-t játszok, és a saját közönségemet nem fogom átverni azzal, és honlaptól 5 forinttal drágában nem kezdek el helynek el reklámzenét meg. Mit tudom, tök mindegy, teljesen mindegy, csak más zenéket, és nem adom el hip-hop R&B név alatt, nem hasonulok meg, akkor nekem az éppen elég, hogy maradtam, aki vagyok. Más dolgok azok, hogy szeretnék előadóként, beatboxerként, énekesként, bármiként is érvényesülni, és akkor ott már más zenei stílusok is szóba jöhetnek, de ilyen fajsúlyos döntések határozzák meg az ember karakterét, az életét és a környezetét is. És hogyha a környezetet is meghatározod ezáltal, talán van egy pici esély arra, hogy az a mostoha gyerek egy kicsikét előrébb lépjen, de az az igazság, hogy most volt mondjuk egy hajógyári Remember Party. Én 3 évet húztam le a hajógyárén, a Dog Beach-en. A Budapestnek az egyik legnagyobb klubja volt, 2-3 000 fővel. Senki nem hívott se engem, se a kollégákat. Csak 5 féle elektronikus színpad volt jelen. És most abszolút nem támadom a szervezőket, semmi probléma vele. Csak ez is egy picikét bemutatja azt, hogy ebben az országban mindig az van, hogy bármilyen számokat hozhatunk, bármilyen nagy slágereket játszhatunk, bárhogy technikában megverhetünk mindenkit, bármilyen kultúránk lehet, bármennyire elhivatottak lehetünk, ez dobta a gép nekünk. De most, hogy vettél levegőt, lelőlek. Okay. Van egy következő kérdés Mezei Sándortól. Mennyivel fájna egy kezdő keverőszett? Ja. Erre ki akartam térni már sokszor, hogy akkor ezt mondhatom én? Igen. A tanács, hogyha hip-hop zenével akarsz foglalkozni, a legelső, bármennyire is drága, mi is meghoztuk ezeket az áldozatokat, bakelit lemez, játszó, két darab, és egy több mint egy Pio 707-es keverő, vagy valami, de erre ruházzál be. Mi se vagyunk gazdag gyerekek, mi is elmentünk tinédzserkorunkba dolgozni, suli után, éjszakákat nyomtam le én például Ajkán a Tesco-ba árufeltöltőnek, míg az osztálytársaim meg mások ők mentek bulizni, és jöttek be vásárolni, rajtam rögtön. De áldozatokat hoztam, úgyhogy, mert sokan úgy vannak ezzel a dologgal, hogy minél olcsóbb legyen, ezért minél hamarabb. Inkább vegyed meg később a szettedet, de tanuljál meg, hogyha hip-hop DJ akarsz lenni, hip-hop R&B DJ, bakelit lemezjátszókról zenélni. Azt, hogyha később fejlődsz és klubokba fogsz bekerülni, ott valószínűleg már nem lesz bakelit lemezjátszó, ezért át fogsz alakulni te is, hogyha ebből szeretnél úgymond megélni, minden meg fogod tanulni a CD lejátszó
használni, de azt így fogod tudni használni, de hogyha CD lejátszóról kezdesz el megtanulni, vagy valami ultragagyi ilyen kontrolleráról, ami ekkora, mint egy telefon kb., meg rá van kötve a telefon, hiteltelen leszel, senki nem fog elhívni sehová, nem fognak elismerni, stb. Úgyhogy ha tényleg kitartó vagy, és komolyan gondolod ezt, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, akkor hozzál áldozatokat, menj el dolgozni, és mindenképpen lemezjátszókra ruházzál be elsőnek. És ezt tényleg nem rossz indulatból mondom, ez, és akkor az öregek előtt is kivívod a tiszteletedet, hogyha ennek így ezt neki. Mindegyikünk így kezdte. Így van, így van. A Pepino pont árul egy 700-es keverőt egyébként. Szerintem ez az enyém volt. Az a tiéd, persze, a tiéd. Szóval ennek eszmei értéke van. Na, és úgy, hogy várjál, az már előttem volt a Nice, nem. Várjál, én azt nálatok vettem a Vextax-ba, Dávid, ugye? Ja, igen, azt én adtam el neked. Igen, igen. Igen, és várjál, azt kivittem. Ez még ugyanaz? Az, mert én meg azt eladtam a Pepin. Igen, nekem. Hát mi az beszélünk? Azt még a Vestax DJ Shopban én adtam el neked. Igen, az tőlem jött. Okay. És az előtte meg nem tudom meg ki volt. Na mindegy. De jó. Egy ilyen tólig összeget nyomjatok már össze egyébként, hogy kb. Használtan, hát egy 200 ezer forint legalább. Igen, és akkor mi nem is olyan lemezjátszóról beszélünk. Ja. Igen. Ez a minimum. 250. Hát, Ha egy profi cuccot akarsz, mint mondjuk amivel, most csak hasraütésszerűen mondom, a Arnoldtól kezdve a Q-szín keresztül egy csomó mindenki rendelkezik, mert neki tudom milyen a szettjét, hát ott csak a keverő 8 kiló. Ja. Tehát ez a csillagoség. 2-3 kilónál meg lehet oldani szó-szó sufnyi tuningba, utána csak a keverőbe be tudsz 8 kilót, 1 milliót tenni, és akkor azt nézzük, hogy a régi Technics-eknek már csillagos határ az ára, mert én el sem mondom, mennyiért adtam, mert pár évvel ezelőtt, mielőtt átalakult az áruk, mert elsírom magam. Úgyhogy lényeg az, hogy nekem 4 lemezjátszom volt egymás, nekem sose volt CD-játszom, és a Ghost-nak a kijelentésére az, hogy bakrétekkel kell kezdeni, pláne, hogyha hip-hop R&B DJ vagy, az igen, baromi hasznos, a baromi alap. Így szerint, és kövezzem meg mindenki. Nem játszanék R&B hip-hop szettet annak a helyében, aki ezt nem bakelitről kezdte el annó. Igen. Oké, utolsó kérdés, meglátjuk mennyire komoly. Kovács András teszi fel. Mikor jön DJ Ari egy karcos a klubja eseményre? Jaj, de jó. Nagyon szeretne, mindig is követem a dolgaikat. Nagyon kevés dolog van belájkolva Instán, Fészen, ők be vannak. Most dátumot kéne mondanom, nem tudom. Szeretnék eljutni mindenképpen, de vagy az van, hogy dolgozok, vagy az van, hogy dolgozok, és a harmadik verzió, hogy az éjszakában dolgozok. Két munkahelyem van plusz az éjszaka, úgyhogy nem tudom, nagyon szeretnék eljutni. Nagyon szeretnék. Még az idén. Respekt, két munkahelyen megyünk mellett. Hogy még az idén, jó? Rendben, srácok, hát nagyon sokáig húzódott ez a dolog. Ezt elmondom egyébként, hogy Onil felvetette, hogy egy órában nem férnénk bele, hát... Igen, már meggondolom. És még így se beszélhetünk, szóval, és közben nagyon jó a hangulat, még itt még beszélgethetnénk egy jó pár dologról, meg még jobban belemenni. Lehet más. Ispételjük meg. Én amondó vagyok. Nem, én inkább azt megadom már a következő lehetőséget más DJ-nek. Így van. Én amondó vagyok, hogy a DJ-kkel a rap terápia keretein belül mindenképpen fogunk foglalkozni. Most azonban szeretném megköszönni mindannyiótoknak, DJ Arénak, DJ Onilnak, DJ Ghostnak, és DJ Kispepinónak is. Mi volt az a hatás szület mindegyik? Gondoltam, hogy a tapsról. Mondd el még egyszer, és akkor tapsolunk. Köszönjük szépen a meghívást. Így van, köszönjük szépen. Nagyon megtisztelő volt tényleg, hogy végre összejött, mert engem ugye már egyszer kerestél, és most összehoztuk. Így van, és mondom, ami késik nem múlik, lesz még folytatás a srácokkal. Mindenképpen tartjuk a kapcsolatot, és titeket is várunk ide. Ha tetszett az a műsor, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ha az egész csatornára kíváncsiak vagytok, akkor egy feliratkozás gombot, és egyébként a leírásba keressétek meg a többi DJ-t is, ezt még kiteszem nagy képre, igen? Oh. Jaj, applikáció!
Ne tetézd. Oké, ez elég lesz. Szóval köszönjük szépen mindenkinek további bólogató szép estét. Szevasztok. Peace. Szevasztok. Sziasztok.